számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 14 perccel itt vagyunk, és elkezdjük a reggelt. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Jani Feri. Sziasztok, hello, jó reggelt. Hello. Itt vagyunk, hűvös van, szél van, igazából hideg nincs, csak a hőérzet egy picit nehezebben indul be. A hőérzet. Hőérzet, ez igen. Ez egy új szakkifejezés. Ezt érezted, hát látod a hőérzetet? Ez elég sokszor mondtam már a hőérzetet, de újszülöttnek minden mit. Jaj, igen. A hőérzet az, amikor ugye azt mondod, hogy mele, tehát hogy mondjuk 2 fok van, de ugye hidegebbet érzel, mert a szél miatt azt gondolod, hogy mínuszok vannak, mert a jeges északi szél átjárja a csontjaidat. Ez a jeges északi szél. Mi mond, minden szó új lesz? Szóljatok már, akkor úgy fog. Igen, minden új lesz. Lassan beszélj, hogy fel tudjuk dolgozni. Akkor ma többet artikulálok, meg lassabban beszélek, ha ma minden szó új lesz. Úgyhogy mindenki készüljön, mert hűvösebbnek érezzük az időt, mint amilyen valójában. Szél van, eső van, nem túl jó. Melyik volt? Nem én voltam. Ebben nem volt új? Nem, sem. Ja, nem. Azt hittem szavakon gondolkozott. De hogy is. Feldolgoztunk mindent. Mi újság van? Minden oké? Mindenkivel? Minden rendben? Kérlek szépen, minden. Púptalan vagyok. Leszették? Le. Tegnap túlestünk az ügyön. Nem, semmi nem kifakadt. Volt. Nem fakadt ki, meggyógyult szépen. A doktor úr, hogy nem jöttél korábban. Voltam nála egy héttel ezelőtt, és mondta, hogy akkor most lehet hozzám jönni, mert lepihentettük a pumpot, nagyon aranyos volt a doktor bácsi. Injekciózás, sics, úgy másodpercek alatt kész volt, bevarta, és utána mondta, hogy Rákóczi úr, eljött a pillanat, ön most először életében megnézheti a háta közepét. De nem sikerült, mert az asszisztens néni gyorsabb volt, és eltávolította a dolgot. Hogy néz ki? Nem tudom. Hát nem tudtam megnézni. Amikor leszették, nem mutatták meg? Nem, mert közben az asszisztens meg kidobta. Nem már. Kidobta? Az nem már. Ez miért nem kegyetlen? Miért nem hoztad be egy befőttes üvegbe? Hát be akartam kizébe. Tök menő lett volna, hogy behozott. Beleraktam formalinba, vagy valami, érted, és akkor hogy hívják, lecelofánizni a tetejét, vagy és itt lakott volna velünk. Kis kockás kendőt rakni rá, legumizni. Hát ezt mondom én is. Itt lett volna velünk. Képzeljétek el, és az asszisztensnő kidobta. De hogy? Úristen, azaz is mondtam neki, hogy ne haragudjon, de az az én púpom. Ez nem szép, hát az a te testrészed. Az az olyan, mint hogyha valamidet ért, és fognak, és akkor kidobnak, de ez még ennél egyen személyesebb is, mint mondjuk egy tárgyadat kidobják. Hát, oda megyek az asztalodhoz, Jani, megfogom ma. Ezért te vagy. Megfogom a zabozzacskódat, és kidobom. Hát akkor te is felháborodsz, ugye? Hát igen. Na, hát ha egy testrészedet dobják ki, nem is értem. Ugye? Hát ezt kérjük el, pereljük be őket. Én is. Hát nem, beperelni azért nem akarom, mert nagyon-nagyon helyes volt a doktor úr, meg az asszisztens. Hát akkor de kukázzuk már ki. Rakjál be valami hosszú zenét, Zsül, aztán most meg. Most így, keresünk meg. Másnap azért nem tudom, hova kerülnek ezek. Azon ti gondolkodtatok, hogy egy kórházban ezek hova kerülnek? Igen, ezeket egy külön hulladéktárolóban kezelik. Nem is veszélyes hulladék, de külön az ilyen leszedett cuccokat, és akkor az így külön tározóban megy. Szelektív. Tehát úgy, hogy üveg, fém, műanyag, púp. Szerves púpak. Ez van a kórháznak a hátsó bejárata mellett. És akkor oda tudnak a kézdarabokat, ide a papírdarabokat, oda régi orvosi kartonokat, oda a púpot pedig egy negyedik kis gulába rakják, és akkor elviszik. Hát elviszik a temetőbe. Púpok között most lehetne turkálni, hogy vajon melyik púp az egyik. De lehet, hogy a púpot most ott fekszik, és kiabál, hogy kisgazdám, kisgazdám. De értem. Hol vagy kisgazdám? Ott szűköl a hidegben. Igen. Ott szűköl a hidegben, és várja, hogy betakargast, hogy visszamenjél. Így van. Hogy elmúljon ez a kellemetlen hőérzet. Igen. De amilyen állapotok vannak a közkórházban, én nem csodálnám, ha mondjuk ezt holnap felszolgálnák reggelire. Nem, szerintem ez még... Ez nem. Ez a 13. kerületben. Igen, nem. Nagyon jó. Mi a menü? Zala felvágott, háromszögletű saj, és egy kis púp. Nem. Egy jó kar és zsíros kenyér. Én meg nem csodálkozik rajta, hogyha viszont eladókhoz kerülne, és végül a korhelyben köp neki, mint alap. Igen, megvennéd a saját púpulat. Jóféle alapanyag. Nálam a 13. kerületben rendes az orvosi ellátás. Fie, olyan izé rend van, olyan szép, tiszta minden. Én így kicsit óvatosan ismerem. Hát ezt kérdeztük meg, csak ez a picit olvasok. Az gondolja az ember, hogy kórházban csak meghalni járunk. Nem tudom, nálunk ott nagyon rendesek a körülmények, úgyhogy így van.
Nem, ez a körzeti orvosi rendelő, egy ilyen egy MTK-s. Persze valami. És a, hát, és Lila Cérnával vagyok megvarva. Na. Kérdeztem a dokit, hogy ezt annak köszönhetjük, hogy a következő kerület az az Újpest. Nem, annak, fotót. Hogy egy nővérkének felfeslett ruhája és hozott be magát. Fotót az Instára? Le van ragasztva. Most már mit fotózzunk? Mit fotózzunk? Úgyhogy így jártunk. Gondolkodtam, hogy csinálok nektek egy kórházas szelfit. Na. Igen. Mert ugye mindenki csinál, amikor kórházi ágyon fekszik, de aztán mondom, mégse legyen. Hát nem mindenki, vannak ilyen... Hát egy csomóan. Ilyen furák. Igen, egyrészt én nem néztem ki olyan rosszul, mint akik szoktak magukról kórházi szelfit készíteni, másrészt meg hason feküdtem. Hát, ugye hátamon a doki ott íz, és akkor gondoltam, hogy lövök egy ilyet, hogy... Hát meg az a baj, hogy a tesztoril is ezt érzed, hogy nem degradálni akarom ezt. Hát nincs, hogy nincs olyan közel lehez. Patrik elég magas alatt a létszám most az utóbbi néhány évben, úgyhogy ezt azért nehéz lenne átugodni. Azt nehéz lesz figyelni, igen. Igen, úgyhogy nem lett ilyen fekvős kép. De jó, minden rendben. Az egész beavatkozás mennyi időt vett igénybe? Fél óra. De az már Dumával együtt ottán elbeszélgettünk, előkészültünk, fertőtlenítettünk, injekcióztunk, abban már minden áldomást benne hittatok. Volt. A végén, igen egymás kezébe csapunk. Eltemettétek, elbocsúztatok. Igen. Ami rossz, hogy így vezetni nem tudsz. Tehát nem tudsz hátradőlni az ülésen. Csak akkor ilyen mammer pózban nyomtad? Így, Egy kalapot szerezünk, egy kalapot. Egy kalapot kéne még a fejemre rakni, mert egyébként most nem fáj, meg tegnap még nyilván benne volt az érzéstelenítő, utána haza is mentem, akkor még így nem is éreztem, csak most reggel behuppanok a gépjárművon. Hátadőltél, és a fagolyók megsértették a hátadat, amikor van meg az ülésen. Nem nálam van, nem. Igen. És akkor így jöttem be ilyen kicsit tatterként előre dőlve, 10 óra, 10 perc, kis új eltartva. Hát és indulás. És van a dolognak egy olyan aspektus, amiről nem is beszéltünk, ami eddig nem is ugrott be szerintem, hogy nagyjából senkinek, hogy ezzel is fogytál. Aztán ez is igaz. Nem, hát ez nem. Gram lehet egy ilyen pusztus. Egyre közelebb kerül a félmaraton. Így van. Így van, a versenysúlyod közeledik. Aha. Már. Mit vágassak még le akkor? A fejedet. De úgy nem tudsz fogni. Most legalább 40 dekalára. És a szakálladat, igen. És ez, igen, ne bánk, hogy a következő nagyobb lesz, ezt Hege írta. Igen, de drága igen. Vagy, köszönöm. Mert azt mondták, hogy kérdeztem, hogy nem nő újra. Nem nő újra? Ez. Vagy ő, jaj. Egyébként tényleg, hogy ő. Így van, nem ott a pont. Aha. Így van, azért ne degradáljuk már őt se le. Őt. Ő se leütet. Csengénkem. Másik lehet. Há, na, nem mindegy. És most ott mások pupjaival összekeveredve benn van egy zacskóba, vagy egy dobozó, vagy ilyesmi. És ott hogy hívják? Hogy... Hát nem tudom, púpok, vathúsok, elváltozások, félvesék. Elváltozások. Hát én csak egy elváltozásig nem. Nem is itt kéne lenni. Azért, hogy egy Tátra csúcs lesz belőlem. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak korán kelő hallgatóink. Azt mondja, hogy a következő nagyobb lesz, igen, ezt Hege küldte nekünk. Magyarország, Ukrajna futszál EB sorsdöntő meccs 21 órától. Tehát ez a sorsdöntő, úgyhogy EB döntőt játszunk. Bizony. Azt a mindenség. Gyerekek, nem nézek futcát, de segítsetek, szívesen beszélek másról is, mint a teniszről, csak valaki írja meg, drukkolunk a fiúknak. Magyarok. Hívjuk fel a Szijjárt a tökében. Ott biztos ő is játszik, igen. Nem tudom, tényleg, akár ő benne van a csapatban? Nem, de futcálban otthon van. Igen? Aha. Ja, igen, ő futcálozik, igen. Azt mondja, hogy szép jó reggelt nektek, nagyon szeretnék játszani. Oké, deszertek egy kis Rákóczi pupos, stíl, kérdezi nekünk, köszönjük szépen. Mi van a sárkányokkal, kikeltek már? Nem látjuk, megnézzük, nem, és beszámolunk róla. Ablakban vannak, ott vannak, melegednek, úgyhogy ma mondjuk, hogy mi történt vele. Valaki azt írja, hogy az anyai jegyemmel csókolózik valahol a te pup. Oh, tehát valószínűleg tegnap róla is lekapták, igen, az anya jegyét. Itt van, hogy mit játszunk a futsal Európa világbajnokságon. Az ukránok ellen lépnek pályára, több százan ezeren indulunk egyszerre, ugye ti is drukkoltok, óriási lehetőség, hajrá magyarok. De jó, persze. De mi ez, csoportmeccs, döntő, elődöntő, döntőbe jutás, miről szól ez, segítsen majd valaki nekünk, jó? Nem nézünk. Hát én arról, hogy kijutottunk az EB-re, arról tudtam utoljára beszámolni, azóta én elvesztettem a fonalat. Hát azért mondom, hogy írják meg nekünk, hogy ez most mi a csecs. Hogy most mit csinálunk. Milyen meccs ez? Mi a púp? Egy jó brassóit nem lehetett valaki az ilyenből a pubból, az úgy kérdezünk. Nem egyet, apa. Nem egyet, többet igen? is. Pont hétvégén akartam brassóit csinálni, nem? Egy jó brassóit? Egy jó brassóit. Nem adott kölcsön? Ne edd már meg, az milyen? Kis majorannával megszórjuk a tetejét. Egy pub, az nem, tehát ez nem alapanyag. Mindjárt ennek az esemesek, reggeliznék. Igen, bizony. Jó, szellem a kolbász. Vinném a gyereket az iskolába. Igen, mindjárt megérkezik az első SMS. Na, jól van, megmutatjuk akkor, mi történt velünk tegnap, jó?
Azt nézem, hogy önvédelmi praktikákról beszélgettünk egészen hosszan, mert ugye a police.hu kiadott ugye egy közleményt, hogy mivel tudjuk erjeszteni a betörőket. Matricákkal. Igen, ez a szomszéd harap, meg a szomszédok lelkesen őrzik a házat, meg vigyázz kutya, és aztán arról beszélgettünk, hogy mit lehet és mit nem, ha jön a betörő. Megegyeztünk abban, hogy nem sok mindent lehet sajnos. Nem. Illetve többet kellene, hogy lehessen, mint amennyit valójában lehet. Hogy megvédhessük magunkat. Meg voltak túl ezekkel a tippekkel, ez a matricázás, hát nem tudom, biztos fellendíti majd a hazai levonóipar, de hogy egyébként én nem tudom, ki az, akit visszatart pár matrica az ablakon. Igen, erről is beszéltünk, de hogy aki be akar menni, az bemegy. Nem ettől fog nem bemenni. Minden esetre azért jó kitenni egy-két dolgot. Na, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk vissza. Gyűl, hányszor mutatjuk meg reggel, hogy mi történt? Jó reggel. Jó reggel. Isten hozzá. Na, megmutatjuk akkor, mi történt. Most. Jó? És aztán levágjuk Zsűval kezét. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Nem volt belőle könnyű kiszedni. Nem. Hát egy kicsit hosszasan mesélt. Hú. Erettük. Igen. Meg megszenvedtünk fel, hogy elmondja. De minden részletet megismertünk. Igen. Egy hol szakértői váltunk. Mi tevet, hol dolgozott. Tehát ez fontos információk. Fontos információk voltak a témába vágóan. Na, azt mondja, hogy nézzük gyorsan még, mit írnak hallgatóink. Szent Imre falva és Csabrende közötti útrafa van, dőlve van ilyen fél. Útpályát elfoglalja, sötétben nehéz észrevenni. Vigyázzon mindenki. Figyelem, kiszabadulva a gazdatestből Feri pupja, mint a kisgömböc Budapest utcáin gurul, és mindent felfal. Vigyázzatok vele, támad a szerny. Igen. Ebben a pillanatban a rendőri felvezetéssel gördül az András. Végig. Ha a padláson zajokat hallotok, ne menjetek föl. Ha a családtagotok nem jött le, akkor ne menjetek utána, mert ismeritek a mesét. Előbb-utóbb megjelenik. Kigurul, és mindenkit felfal. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Hogy állunk játékunkkal? Mindegy is. Jó. Akkor majd a hallgatók megírják. Jó, fél hét múlt egy percen. Jelentkezzetek játékra. Tök mindegy, hogy állunk igazából. Mi győzelem réhesek vagyunk. Így van, amit tudok, az első három hét a miénk volt a játékban, és most 2-1-re mi vezetünk. 2-1-re mi vezetünk. Igen. Nincs már igazi legyőzünk, azt hiszem, hogy nincs igazi kihívónk ebben az országban. Na de hát halkad még egy a puhányok közül, aki mer velünk játszani, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Hamarosan folytatódik. Zsül, kérsz egy kávét? Adjunk már Zsülnek valamit. Mit adjunk a Zsülnek? Két hatalmas pofon. Igen. A jobb kezem a kerepesi. A bal kezem a Honvéd. Emlékeztek ezekre a nagy orosz dumákra? De legalább a Honvéd kórház. Értem, az mégiscsak minőség. Te ez... Ennek itt helye volt? Nem volt helye. Nem, mert hamarosan ugye az okafogyott, hiszen itt vagyunk. Gyerekek, hát ő is én ember. Én vagyok a hibás. Hozom neki reggelenként mindig itt a kis, hogy hívják, akad péksüteményeket, és a sok szénhidrát, tudod, ahogy így elkezd dolgozni a szervezetébe, attól így elnehezedik. Oda megy a vér. Igen. Leülteti vissza. Ezért mondom, hogy nézegesen sarkakat a képeket, mert akkor legalább átraszponálja a vért egy másik szegmens. Vannak jó sarkakat a képek? Mindig vannak legutóbb. Na, mindjárt megnézzük. Jó van, de előtte játszunk egyet. Jó, itt van már is, hallgatom. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, srácok, sziasztok! Szia! Halló, jó reggelt, kívánunk neked! Ákos, hello Ákos! Ákos, honnan hívtál minket? 12-ke már mondtad is. Igen, mit csinálsz? Igen. Mit csinálsz arra felé? Hát én most szabadnapos vagyok, mert holnap nyelvvizsgázok, úgyhogy kaptam egy kimenő napot így a sulimból. Úgyhogy mondom, hogy megragadom az alkalmat, csak hogy játszok egyet, de sikerült is, úgyhogy már örülök. Középfok, felsőfok mi lesz? Hát felsőfok angol, úgyhogy nem egyszerű. A betyárját. Hallod? Ínye! Igen, Anna is hasonlóan reagált erre. És hol teszed le mindezt? Hát én kecsón fogom. Tervezem, maradjunk annyiban. Kecsón? Kecsón? Igen. Kecskemét? Bizony. Egyébként nagyon jó a sztori, mert ugye én most keltem, írtam annának egy SMS-t, és akkor fölhívott, meg minden beszélgettünk, már 4 órája körülbelül, és
kimentem, és anyukám írt egy izére, egy papírra szavakat, hogy hogyan helyettesítsem az igent és a nemet. Na, hát ezt akkor mindjárt le is teszteljük. És ott van előtted a papír, amit írsz? Hát igen, de szerintem nem fogom nézegetni, mert akkor elvonja a figyelmet nagyon. Na jó van, kíváncsi vagyok, mit írt anyukád. Kivel szeretnél játszani, Ákos? Hát én veled, úgyhogy. Játszunk egyet? Igen, a hét a harmadjára. Valamiért ilyen péntek hangulatom van, nem tudom ennek mi az oka. Azt akartam mondani, hogy zárjuk a hetet akkor, de még csak csütörtök van. Úgyhogy még nem zárjuk a hetet. Jani, 3-2-1 Fire. Na mit írt anyukád? Bari, akkor szeretnék kérdezni először. Ja, kérdezel inkább te? Válaszolsz? Jó, válaszolj akkor inkább először te. Ott a papír előtted? Így van, 4 szót írt rá. Kérem? A helyeslő szóhoz írt 4-et. Uh-huh. Ez az úgy van, azt hiszem, persze értem. Hát ezek a klasszikus szavak, ugye? Hát ezeket mindenki ismeri, persze. És mik a tagadó szavak? Hát ott nincs egy se, úgyhogy ez nagyon vasszus. Ott nincs? Valamit sírkantott ide, de aztán lehúzta. És most mit csinál? Inkább ne használjam. Most mit csinál? Visszament aludni? Hát kint van a másik szobában, úgyhogy ez rejtély. Ketten laktok egyébként? Szerintem hallgatja. Ketten laktok? Négyen. Kik vannak hát még? Két szülő és két gyerek, ugye. De most csak ketten vagyunk itthon, mert a sóm az már dolgozik. Idősebb, fiatalabb? Hát idősebb egy pár évvel. Uh-huh. Szereted? Szereted? Persze, de idős tesók, mert... Jó tesó? Nyilván. Persze, nagyon, hát jobb, mint én. Hey, hey, ügyes vagy! Jó volt. Add a nyárnak a bögrét a szavakért. Jó játék volt, igen, szerettem, de ügyes voltál tényleg. Jó, jól játszottál. Volt értelme, hogy anyukád leírja ezeket a szavakat, nem tudtalak csőbe húzni. Hát igen, de egyébként készültem kérdéssel, de nem volt rá szükség, mert itt a téma. Készültél, akartál valamit kérdezni? Hát azt már sose. Hát akartam, igen. Sose tudjuk meg. Nem, a legközelebb. Várjuk pénteken, holnap az utolsó órában. Csak kell küldjél. Igen, megkérdez Anna, hogy csörögjék majd reggel, hogy mi a helyzet a nyelvvizsgával. Jó, csörögjél mindenképpen, uh-huh. Hogy küldjél SMS-t, jó? Persze. Köszi a játékot. Én köszönöm, szia. Gratulálok, küldjük az emlékcsomagot. Hello, Ákos, ciao. Ciao, ciao. 50 pontosan 7 óra várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning show. 7 óra után vagyunk, 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, csütörtök van már, belátható távolságon belülre került a hétvége, úgyhogy kitartás. Kitartás mindenkinek. Medő. Nem sokára újra. Újra jön a szombat vasárnap. Úgyhogy jók vagyunk, közelítünk a hétvége felé. Hát az időjárásról sok jót nem tudunk mondani. Jelen pillanatban egészen biztos, hogy nem, mert hogy nagyon nagy szél van, eső van, és nincs túl jó idő. Éjszaka is brutális vihar rázta a falakat, nem tudom, hogy ti hogy aludtatok. Nekünk elég stabilak a falaink. Stabilak? Így nem ráz. Elég, mondjuk a negyedik ellakunk, ott már belekaphatna. De nem mozgatta a szél a palatetőn? Nem rázta meg a vályogházatokat? Ezt igen, vártam nagyon. Igen, a ajtó helyett alkalmazott pokrócot egy picit meghúzta, de... Húzott be a húzat ott a sarok a falmelegítő mellett. Nálunk nagyon nagy szél volt. Tehát, hogy éreztem, hogy rázza a tetőt. Cibálja, tépi. Alébb is tette egy picit a házat. Négy fölnyúltam, megfogtam, hogy még ott van Edem, de ott van, úgyhogy gyerekek se aludtak túl jól. Gyorsan egy-két közlekedés, Hajdúszoboszlói elkerülő körforgalomnál egy nagy fekete testű kutya szaladgál az úton, nyakkörve, rajta vigyázzon mindenki. Luffy küldte nekünk. Cseppelen a második Rákóczi Ferenc úton nagy baleset, dugó várható. Laci üzente. Aztán lemaradtam, tegnap volt ajándék, kérdezi Ági. Hát, én még 9 óra után is azt vártam, hogy 10 óra előtt pedig azt mondtam, hogy na jó, akkor biztos majd a szobában lesz a szerkiszobában. Uh-huh. Ott is volt, csak nem jöttél be. Nem baj, jövőre. Persze, jövőre, jövőre biztos. Jól van, hagyne. Ez van. Igen. Áthúz ezen az éven a remény, hogy majd jövőre. Igen. Tibi ki van akadva a reklámokra. Azt írja, nekünk a reklámokról háromszor jut eszembe. Unalmas, szánalmas, nyomorult. Ugyanez vonatkozik a tévé reklámokra, és tudom, nem titeltek róla, csak el akartam mondani valakinek. Tibi, dühön ki magad. Ez mi olyanok vagyunk tényleg, mint egy jó terapeuta. Megírod, kicsit jobb lesz. Lehet, hogy be is olvassuk, és akkor egy picit megyünk szól. Hát ez a szükséges, ez rossz, kell. Ez kell. Hát ebből tudnak működni a tévék, a rádiók, és azok a kedvenc műsoraid, amiket te hallgatsz, nézel, látsz, azok azért tudnak menni, mert ugye vannak reklámok. Hát ez... Meg vannak jó reklámok is.
Na jó, de egyszer jó. Igen, igen. Mind naponta 30-szor a jó reklámod is. Hát ez vannak nagyon jó reklámhangok, akik ugye például ezt hozzátartozik. Ejlatot reklámozzák. Például van, amikor én mondok igen. Izraeli utakat, ugye, igen. Egészen furán. Érted? Azért igen. A pár sékkel ér. Na, azt mondja, hogy azt hiszem, hogy mi a helyzetben, és Budapestig az M1-es eseménymentes. Aztán gyerekek, kb. 10. másodpercen kimondta, hogy nem teljesen, ez Alex írta nekünk. Igen. Kimondta a srác az igen, csak hogy mindenki mennyire más, hogyha Balázs kimondta az igen, Balázs kimondta a nemet. Tehát mind a négy verzió megvan. Balázs kimondta az igen. Nagyon jó, ehhez képest senki nem mondott ki semmilyen tiltott szó. De ilyenkor vajon mit hallanak? Ez engem annyira érdekel. Hallani akarják. Tehát igen. Úgy hallgatod, hogy ha a fiúnak drukkolsz, akkor azt ahogy te hallott, hogy én mondtam ki, ha nekem, akkor pedig azt hallott, hogy a srác kimondta valamelyik tiltott szót. Az elejét, hogy a végét hallja a mondatnak, és neki a szövegkörnyezet olyan, hogy ő ott kimondta volna. És ettől ez úgy összeáll a fejébe, hogy akkor azt mondja, hogy igen, ki is mond. Nem mondott ki senki semmit. Se igen, se nemet, se fekete szavakat, semmit. De visszahallgattad? Azért tudod? Mi van, nem figyeltem, most figyeltem. Kifejezetten figyelni. Kifejezetten jó játék volt, és senki nem mondott ki semmit. Annára nézek, de nem. Ő is alátámasztja, amit Jani mondani. Igen. Kihívtuk a solyom szemet. Nem mondta ki! Akkor minden, akkor is rohagyjak! Akkor rohagyj meg, Bali. Ha nem mondta ki, akkor rohagyjál meg. Na. Mit te? Lacira néztem, csak kérem. Aha. Olvastátok, hogy Dominikára lehet menni Rubint Rékával alakformáló nyaralásra? Ki ez a Dominika? Fura, hogy Dominikára jár. Jó név. Miért kell ehhez Dominikára rájárni? Hát most olyan az popsi. Ja. Az az érdekes ebben, mert hogy ha megtölt gépeket, akkor tudja, hogy megy. Tehát ez semmi baj nincs. Szerintem ha valakinek erre van pénze, lehetősége, és el akar menni egy ilyen táborba, akkor menjen Rékával Dominikára. Ez szerintem semmi baj kilóért. Nincs. Lehet jönni a Velencei tó partjára is vele, én már néztem oda, lehet, hogy igen, én átszaladok. Mert ott, tehát, hogy ő több ilyet tart, tudod, és akkor kinek mi nyilván... Az olcsóbb? Sokkal, persze, az egy jó hétvége, és akkor lehet, hogy az van, hogy én, mert elmondtam már nektek, ahova jár kézilabdázni a Panna, a Réka ott tartja ezeket az edzéseit az egyik ilyen tornacsarnokba, és amikor én a gyereket beadom az edzésre, akkor szépen elsétálok a másik terem előtt. Hát na, hogy gyerekek, ott azért van egy leosztás. Ott van, nem tudom, 1000 ember fér be a terembe, ameddig a szem ellát csak popsik, tehát hogy egy nagyon-nagyon komoly dolog, nem tudom, hogy magamat be tudom-e dumálni egy ilyen alakreform táborban, vagy ide csak nők mennek. Nem, ide mehet mindenki. Mehetnek popsik is? Ide mehet mindenki, igen, aki ugye ki tudja fizetni. Aha. Hát persze a rossz indulatú kommentelők itt is életbe léptek, ja, hogy ez miért ilyen drága, meg miért? Hát nézd, hát nyilván van ott egy oda-vissza repülőút, biztos a szállodasek kutya, okay. Egyébként meg Dominika. Na jó, nem akarok semmilyen magyar település mondani. Tehát, hogy azért ez egy nívó. És gondolom ezért fizetni kell, a másik pedig az élmény. Hogy együtt rázhatod aztán Rékával. Igen, de én arra gondoltam, hogy itt ír valami más is ez a cikk, mert azt mondja, hogy aki nem tud ennyi pénzt előteremteni, az online is figyelheti Rékát, és tornázhat vele együtt ingyen. Aha. Uh-huh. Tehát fölcsavarod itthon a fűtést. Leraksz egy lyukát a sarokba, kicsi homokkal beszórod a nappali. Így van, és felbontasz egy ananász konzerven, csinálsz belőle egy alkoholmentes koktélt. Tehát ez olyan, mint amikor végignézek egy Michelin csillagos étteremben egy gurmé vacsorát, de otthon főzök magamnak? Tehát, hogy főzöl közben. És én megfőzöm közben, amit valószínűleg ők esznek. Igen. Tehát, hogy ez kicsit egy ilyen zanzásított, leegyszerűsített változata. Magát a sportot ugye tudod csinálni, de a körülményeket is meg akarod teremteni, akkor még egy lavor vizet is tegyél be, hogy az óceán vagy a tenger is ott legyen vele. Milyen egy ilyen online torna? Az hogy néz ki? Tehát én látom skipén, hogy ő mit csinál? Igen, az nem rossz egyébként. Nagyon sokan csinálják, hát még mindig hihetetlen divatosak ezek a különböző. Hát van, aki még mindig koptatja azokat a VHS kazettákat, amiket annak idején megvásárol, de most már egyrészt elő is lehet fizetni ilyen csatornákra, másrészt meg le is lehet szedegetni, tudom, egy napra, két napra, akár aha, például a TV-szolgáltatónak a kis adatbázisában, a kis videótékájában is találsz ilyeneket. Ezek nagyon-nagyon mennek. Főleg kismamák, én azt gondolom, hogy azok, akik valami okból kifolyag, nagyon sok időt töltenek otthon, például ők nagyon-nagyon szeretik ezeket a videókat, és jók is. Újra kezdő terhes torna.
Igen. Vagy alakregenerálás, meg formába hozás, meg fogyás, terhesség után, tehát ezt értem, hogy letöltöd, vagy mondjuk előveszed a régi videókazettáidat, mondjuk a rékásakat, és akkor arra tornázol, de hogy abban valóban van egy ilyen kis ön sanyargatás, hogy te nézed Dominikán a rékát és a csapatot, és te meg itthon vagy a, nem tudom, a hetediken. Hát nem tudtál elmenni. Aha. És ha én most rákeresek a rékának a Skype oldalára, és én felveszem ismerősnek, akkor ott már láthatok videókat, vagy csak élő kapcsolást tudok látni? Hát a Skype az szerintem csak élő, nem? A Skype az élő? Tehát azt látom, ami élőben megy. Igen. Uh-huh. Igen, és nyilván ő meghirdeti, nem tudom mikortól, mikor, meddig van a tábor, de szombaton 11-kor magyar idő szerint csatlakozz a Skype-ra, és akkor együtt fogunk tornázni. Aha. De itt mi ott? És csak akkor lehet ilyen Skype kapcsolatot létesíteni vele, amikor éppen tartja az órát, tehát hogy nincsen olyan, hogy mit tudom én előtte, utána, és akkor látom, hogy mondjuk az öltözés érdekelni. Noibi a Viledával, és akkor így takarítja a helységet, vagy ilyesmi. Igen, csinál csak nekem, csinál csak én felmosok közben. Igen. Na, várj, most akkor hogy várj, most megpróbál megtalálni a Rékát. Te úgyis most vagyok urázol meg, te készülsz félmaratont futni. Így van. Megpróbálom a Rékát megtalálni. Tessék? Nem biztos, hogy most online kapcsolatban van, csak ráírok, hogy van-e online kapcsolatban, hogy mutassa meg, hogy néz ki egy ilyen Skype-os torna. Aha. Tehát megpróbálom vele úgy fölvenni a kapcsolatot, hogy tartson neked itt egy órát. Érted? Vagy legalábbis 3 percet. Aha. Mozgasson át egy órát, nem, mert abban belepusztul. De most nem tudok, műtve vagyok, doktor. Jó, hát akkor csináljon egy ilyen hasonfekvés, hátonfekvés, valamit, amit meg tudsz csinálni. Na várjál, bementem Skipébe. Igen. Azt mondja, partnerlistára rámegyek. Uh-huh. Jó. Várjál. Mi lehet Réka e-mail címe? Vagy új partner felvételére rámenjek? Aha. Felvesszük? Megpróbáljuk felvenni. Jó? Azt mondja, keresés a Skipe telefonkönyve. Réka kukat, snorbi.com. Na várjál, akkor nézzük a lehetőségeket. Nézd, kicsinállak, átváltoztatlak. Úgy is lefogy, ha megrohadsz is kukat. Így van, sose érsz utol. Sose lesz ilyen testet pont. Azt mondja, mide? Rubin.réka kukat, ez lehet? Rubin.réka? Pont Reka. Megnézzük, hogy ilyet kere. Keres a Skipébe. Jaj. Van ilyen? Bátkiskó Magyarország, ez nem jó. Nem? Mit írtál be konkrétan? Még egyszer? Rubin.reka. Rubin.reka, és az jött ki ott, amit ott láttok a feliratban. Mert tudom nektek is mutatni. Az. Okay. Gratulálok. Ez nincs. Jó, ez nincs. Oké. Okay. Akkor azt mondja, jó, hogy... Akkor van-e? Mi lehet még? Réka.rubi. Nagyon jó. Réka. Pont. Ha fia, elérjük, ha megtaláljuk, akkor tart neked egy órát. Réka.rubin. No? Keresés az Skipében. Azt mondja, hogy Egyesült Államok, Hamilton. Réka.rubin Magyarország, Réka.rubin Magyarország. Na. Nagyon jó. Igen? Na, hát akkor már kettő is. Kettő van. Réka.rubint. Na várjál. Miért van kettő? De hát most először elírtam. Kettő van belőle. Tessék? Kettő van belőle. Kettő szöve ért, hogy biztos, hogy megtalál. Ja, pontos. Az most egy U-betűt kihagytál. Rubint. Na várjál, mert rámegyünk akkor. A Hamilton Egyesült Államok, azt hagyjuk, nem? Azt most szerintem nem. De őnek is van egy Rubint rékája. Aha. A Hamiltonnak? Aha. Egy házi. Gyerekek, így a büdös életben nem fog neked most órát tartani, nem fogjuk megtalálni. De neki most online-nak kell lenni, hogy megtalálja? Igen. Ha offline van, szerintem is megtalálja. Ja, nem, ha megtalálni, megtalálja, de nem tudunk vele beszélni. Kapcsolat. Valamiért nem találja. Most nem tudok rámenni arra, akit megnyitottunk. Hamilton. A Hamilton-t a keresem most. Na várjál. Kész vagy, Feri, egy 5 perces kis online tornára? Aha. Melegítsél, kezdj el melegíteni, jó? Kezdj el kicsit mozogni? Légy, de csak finoman, jó? Nehogy meghúzd magad. Fina, nehogy felszakadjanak a varratok. Hát de... Most a doktor úr valószínűleg, hogy hiák. Na várjál, felveszem a partnerlistára. Ingerülten kavargatja a kávéját. Kedves Réka Rubin, szeretnélek felvenni a partnerlistámra. Küldjem? Küldjem. Vegyük fel a partnerlistára. Okay. Hát majd meglátjuk, várjál. Persze, hát de akkor nem kellett volna beírni. XY szeretné Skype partnereként felvenni, az XY vagyok, én csak nem mondom. Aha. Azt mondja. Miért nem mered kimondani, hogy Sebestyén Balázs szeretné fölvenni? Hát nem mondom a nevemet. Azt mondja, hogy 7 óra 20-kor elküldte neki ezt a jelzést. Ha most ez ő, akkor ő most visszaigazol engem? Igen. Szerintem igen. Nem úszod meg az online tornát, Feri. Visszaért valaki, hogy oké, nézlek. De hát okay. Nem tudjuk, hogy ő. Nem baj. Hát nincs kép. Ez nem baj. Hát nincs most írjunk meg, hogy ki vagy. Várjál, ki vagy? De te vagy az? Te vagy?
ezt írom, te vagy? Te vagy Réka. Te vag, kérdője. Látod, te vag, kivag, te vag. Kivag, te vag. Kivag, te vag. Mi van, kikopott az Y? Az Y kicsit haldoklik, ne arra, hogy ki vagy, te vagy? Kivag, te vag. Mindjárt jön a válasz. Te vág. És, hát te picit, vág, te vág. Picit vág, de felveszek volna kényelmesen. Hamiltonné vagyok. Na, hát ő nekem nem kell, nekem az igazi Réka kell. Megkérdezem, te vagy Rubint Réka, az igazi? Az a Rubint hát, Réka. Igen, mert így hívják. Réka. De az, lehet, hogy, de írd azt, ez hogy a fitness királynő, vagy valami ilyesmit. Az egyetlen? Az egy, ez az. A megismételhetetlen? A fitness Ladi. Há, arra lehet, hogy ugrik. Okay. Hát nem, a fitness, nem? Oké, okay. Kérdőjel. Ja, már nem küldtem kérdőjel. Okay, most. Te vagy Rubint Réka, az igazi, az egyetlen a fitness Ladi? Kérdőjel. Mert... Skipe. Jön a válasz, figyelj. Uh-huh. Mert most, ha Hamiltonné ír, azzal nem vagyunk benne. Nem úgy volt, hogy régen láttad, hogy gépel. Ó, oh, éppen ír valamit. Igen, igen, éppen de jó. Gépel. Várjál. De jó. Figyelj, nézzük, mit ír. Össz... Anyát. Miért nincs hozzá kép? Korán van még, nem a, tudom, miért nincs korán van még a hülyékhez. Igen, miért nem tagadott hozzá? Na várj, hú, ez valami hosszabb lesz, mert sokat ír. Aha. Sokat ír. Hú, na várj. Mondom, hogy megtalálom jó neked, van. Most azt hiszem, hogy hűültem, tényleg megtalálom, figyelj, mindjárt meg lesz. Hú, mit ír, regényt? Aha, igen, hát ennek örüljünk, mert nem, a, nem azt írja szimplán, nem lehet, hogy fakó. Noibi, Noibi ül a gép mögött? Igen, és most éppen, hogy hívjak vacilára, hogy írjak kétellengyel. Azt mondja, várj, most apajt az írás, most megint ír. Igen! Ó! Azt írta, hogy igen! És küldött egy... Egy smiley, egy csodálkozó smiley. Egy pislogó smiley. De ez miért kellett másfél perc? Hát, mert most programozta ja, le ja, a smiley-t. Aha. Hát akkor hívjuk fel, ott a telefon, jó, vagy videókamera, valamit nyomjál rajta. De így nem már tudjuk, hogy ő az igazi? Tegyünk fel egy keresztkérdést. Oké. Okay. Ha? Hány ütem egy négy ütem egy fekvőtám? Három. Valami, de valami, valami csalafintát. Valami csalafintát. Tehát nézzük meg, hogy ő az-e. Tényleg, valami csalafintát. Azt mondja, hogy várjál, mit kérdezzünk? Uh-huh. Szerződésben vagytok még Nadallal? Igen. Az nem jó. Hát ez egy beugratós kérdés. Várjál, azt mondja, hogy szerződésben vagytok még Nadallal. Oké, okay, kérdője, elküldtem neki. Na, ha ezt érti, akkor valóban ő az. Ha most erre valami teljesen blödséget válaszol, akkor igen, nem az igazi találtuk meg, akkor megyünk tovább. Hát a helyes írásommal van némi baj. Á, de hogy. Errel vagy ével mondja a férjed azt, hogy rombusz. Visszajött a gyokofán vagyok. Ezzel nem jutottunk közelebb. Akkor megkezdem. Noibi. Várjál, megkezdem. Noibi. Ott van kérdője. Figyeld, ír valamit. Uh-huh. Noibi ott van. Tudtam meg, hogy Noibi ott van. Várjál, mindjárt ír. Feri, addig meleg is tovább. Jó, meleg is. Egy idő fekvőtámasztján. És ennek meg tudjuk csörgetni? Hát akkor Skype-on kell. Meg tudjuk Skype-en csörgetni? Aha. A Skype hangját be tudod adni? Beadjuk. Figyel, fölhívjuk. Videón felhívjuk. Most hova tűnt, nem válaszol. Hát látod, tudtam, hogy nem az igazi. Nem, hogy kiabál. Noibi, Noibi. Nem most ír, ott elkezdett írni. Figyelj, elkezdett írni. Figyelj. Persze. Akkor ez ő. Nagyon jó, hívjuk föl. Mire nyomják, a videótelefonra vagy a Shiba jelent? Videóra. Hát de, látni de nem fogom hallani, csak atmoszférába fogod hallani. Mi akkor te fejjük... Nem tudod beadni? Akkor fejjük utána, várjál, fejjük ez a videótelefonon. Hívom videótelefonon. Jó, ilyen, hogy lássuk. Csatlakozás. Ha most látunk téged, csatlakoztál magaddal. Utána beadjuk Ustreamen, ahogy Feri tornázik. Aha. Jó. Én most fölmentett vagyok ezen a héten. Ott van, csengetés. Akkor csak bicepszezel. Várjál. Igen. Haló? Ha még nem látod, én ott képe kéne, hogy legyen. Fura lett a Réka. Na most. Oh, és ott van! És ott van mögött a főnök is. Mi van mögötte, Noibi? Ez nagyon jó. Nagyon jó. Gyerekek, online kapcsolatban vagyunk a Sobert családdal. Ez nagyon jó. Feri, készüljél, nem úszod meg a tornát. De nem tornázhatok, mondom, hogy fáj a hátam. Ti hallotok minket? Bólincsatok. Jó, akkor mindjárt fölhívunk benneteket telefonon, jó? Vegyétek fel a telefon. Vegyétek fel a telefon. Hívjuk fel telefonon. Nem értik, amit magyarázol. Azt mondja, mi van az asztalon? Telefonon hívunk. Mi van az fel a ott van a telefon a kezében. Igen, az a telefon. Hívjuk fel Rékát. Jó, na. Oké, tehát megvan a Skype kapcsolat először. Most beadjuk telefonon a hangját. Aha, nagyon jó. Hívjuk telefonon, és akkor utána... Figyelj, jól érzem én egy picit, hogy te most tényleg viccet félretél, vagy nem volt egy kicsit könnyebb embert juttatni a Holdra, mint belül kapcsolatban lép. De most megnézzük, hogy milyen egy online torna, amit mi adunk Ustreamen keresztül. Aha. Itt vannak? Na, itt vagytok, haló! Hello! Jó reggel!
Amit én látok, hogy a Sober család egy függöny előtt összegyógyulva egy teniszütővel a kezetekben. Tehát Réka kezébe a teniszütő, a Norbi pedig hátulról öleli Rékát. Ti minden reggel így vagytok? Vagy ez... ez igen? Természetes. Csak nincs ennyi ruha. Ja, mi? Ha gyerek is. Gyereket is odahozod, az lassan... Itt van Hácsi is. Gyere, Hácsi. Hácsi? Ő ki? Egyelőre a konyhaszekrényt látjuk. De Hácsi sem rossz. Egy japán szám. Ott van. Itt van. Ó, nagyon szép. Ó, de nagyon szép kis kutyátok van. Ház ki vagy mi ez? Ne. Ez egy kis Akita? Igen. Kis Akita. Látjuk. Ó, hát ez lassan olyan... Jaj, ez egy kis helyes. Mint egy sztori fotózás, gyerekek. Na. Lassan bepillantást nyerhetünk a Sober család életébe. Jaj, gyerekek. Norbi birkozik a kutyával, Réka mosolyog. Hát komolyan van, már csak Ómolnár Miklós. Hogy legyen komfortosak, mi is összebújjunk egy picit így. Figyelj, milyen egy ilyen online torna, Réka? Segíts egy kicsit. Meg akarjuk mozgatni a Ferit. Na, akkor mutatom. Ti most úgyis ültök. Igen, látsz kéne mögülem? Látsz minket. Aha. Norbi, miért van tenisztucba? Otthon is árnyék teniszezik? Persze, itthon azt játsz, hogy ő Federer. Atyaisten. Réka, neked milyen kockás a sati? Jézus, Atya úristen. Réka, csak mondjuk közben a hallgatóknak, hogy Réka egy ilyen torna dresszben van, egy kis topban, meg egy rózsaszín kis nadrágban. Igen, én éppen vagy indultam volna futni. Indultam volna futni. Van egy futógépünk, a Norbi meg megy teniszezni. A Norbi megy teniszezni. Uh-huh. Még rajtam van az itthoni mamuk. Ezek a rohadt szorgos hétköznapok, nem Réka? Csak az. Nem, szerencsém van, mert a srácoknak szívszünet van, úgyhogy itthon vannak. Uh-huh. Zalán meg nem vittem emiatt óvodába, úgyhogy... De jó nektek. Aha. Akkor ez ilyen családos. Na mutatom, jó? Jó, csak várjál, bocsánat, elmondjuk, hogy adjuk Ustreamen. És hol lehet ránk Ustreamen csatlakozni? A Ustreamen. A Facebook oldalunkon Ustreamen tudtok csatlakozni, és meg tudjátok nézni, hogy hogy vagyunk Sky kapcsolatban Rékáékkal, mert hogy Feri kezdi a tornát. Alul az én hasam is ilyen a zsír alatt? Nem. Szerintem nem. Ugye azt gondolod. Réka, csak mondom, leült egy székre, egy függöny elé, és egy nagyon helyes kis, mondom, rózsaszín dresszben van. És brutál kockás hasa. Nagyon, de Réka szálkása, mint az a szék, ami nő. Igen. Na, mit csináljunk, Réka, már, hogy a Feri mit csináljon? Miért nem csinálod? Én közvetítek. Aha. Van valami zenétek, amit be tudtok nekem adni? Persze. Figyelj, ezt tudod hallani? Hallgass, figyelj. Kicsit sem milyen beteg. Ez a legbetegebb adás. Igen, csináld, Réka. Réka oldalt fordult a széken. Megemeled a lábad, mind a kettő. Igen. Felének tegnap hátul, tegnap műtéte volt. Réka elkezdte felemelt lábbal kinyújtani előre az egyik lábát, majd a másik lábát felváltva. Feri is csinálja. Nem tudok, hát előre dől a szék. Most mit röksz? Hát nézd meg, ő hátra tud dőlni. Zsűr, meg tudod mutatni az én gépemen a kameraképet Rékának, hogy lássa a Ferit? Fordíts már Rékát Feri felé, jó? Hogy tudja Réka instruálni Ferit. Feri, nyomjad! Én nyomom életem! Júlival mindig történik. Látod most Ferit? Persze, de ne a fejemet mutasd, a lábamat nézd meg! Most mutatom! Na milyen, Feri? Nagyon jó! Figyelj, Feri, most felállunk! Ne, a sokat bírunk, ne kérjél azért, Réka, sokat ne kérjél meg. Tegnap ütötték a hátam életem. Igen, Feri felállt, Réka is felállt a székelé. Most a lábaddal dolgozik. Ja, az igaz. Pici terpeszben. Pucsitva leült. Feri is leül pucsitva. És visszafelállt. És feláll. Aha. Óvatosan, Feri, nehogy azt tudod, hogy elpattad egy ér az agyadban. És felállt. És felállt. Feri csinálja. Nagyon jó, gyerekek, ez a technika elképesztő. Na milyen a Feri, Réka, te most látod jól? Nagyon jó. Várj, a kezemet így kell tartani, vagy te azért nem, csak a telefon miatt tartod? Igen, Feri, ő neki azért van, hogy egy telefon tart közben. Én azt hittem ám. Feri, mutatj meg szívecskét is, vagy pohászkodhatod. Igen, gyerekek, csak mondjuk el a hallgatóknak, hogy Réka a szája előtt tartott egy telefont. Feri pedig eljátszotta ugyanazt a mozdulatot, és szívet formával a szája előtt fölállt leült. Én rendesen csinálom az edzéseket, jó? Nálam nincs izé. Ha én edzek, akkor úgy edzek, mint az állat. Te a szád elé, tudod, így, mint az ételízésítő. Feri, nagyon jó vagy. Jövő héten kedden este az órámon ott a helyen. Én ott szoktam lenni, mert a lányom... Mindig benéz. Figyelj, az van, hogy az én lányom oda jár kézizni, én beszoktam őt tenni, és a kis ablakon én nézlek benneteket, mert annyi jó nő van, és nem én... Nem mondod. Dehogy nem. Hát még mi együtt járunk edzeni, illetve a gyerek jár veled edzeni. Gyere, de figyelj, a Berki állandóan ott van. Hát jó, a Berkinek lehet, tudod. A tornász Berki? Berni... Nem, Berki. Nem, a Celler Berki. Ja, Celler. Berki jár tornázni Pamela nélkül egyelőre még. Aha. De képzeljétek el, hogy ott nyomja az első sorba, kedden csütörtökön este. Én az utolsóban lennék, mert szebb a látvány.
Nagyon ügyesek vagytok, szuper. Na, egy utolsót mutass, hogy mert hallom, már Feri kicsit liheg. Jó, Feri, ülj le a székre. 1500-an néznek, Feri, úgyhogy teljesítsék közben. Mert jó csinálom, jó? Ne szemtelenkedjél, mert rendesen megcsináltam minden gyakorlatot. Annyi rég, hogy legyen valami levezető, mert picit liheg. Jó. Tehát azért igen? A buta ne üsse meg, valami igen. Nagyon lájtosat a végére. Dőj hátra. Igen. Ezt egy kis hasizom, jó? Micsoda? Hasizom. Egyik. Más. És ez használ egyébként, hogy mitten székben edzünk? Hát ez csak egy ilyen kis átmozgatás. És karatéra kell tartani a kezem, mint neked van? Hát nekem azért van karatéra tartva a kezem, mert telefon van benne. De a másikban nincs, ne szórakozz. Réka, ezt egyébként meddig bírod csinálni? Egy óráig folyamatosan? Simán megállás nélkül? Természetesen, én így kelek fel reggel. 50 évben. Atya úr. Mondjuk el is hiszünk. Én ezt abszolút elhiszem. Figyelj, a Feri maratont, fél maratont akart futni áprilisban. Tehát ahhoz képest ez, nem, ez a teljesítmény egyébként nem rossz. Micsoda. Elég lesz Feri, mert még a végén igen, már köszönöm. Köszönöm. Jó, gyerekek, milyen modern ez a technika. Skype, Ustream, érted, mindenünk. Alig mindenünk 20 perc alatt összerártottuk. Jó, hát nem volt egyszerű megtalálni, de ahhoz képest három Rékából megtaláltuk. Jó van, Réka, nagyon drága vagy, köszönjük szépen. Millió puszi nektek, hallgatlak benneteket futás közben. Helyes, hol van Noibi, mit csinál most? Noibi, itt van, éppen kiszárt a hátsit az udvarra, itt van. Ó, itt a mester! Ott megjött Rafa is. Jó reggel. Figyelj, megyek edzésre, hogy hétvégén elboruljanak, jó? Hát, ne haragudj, Noibi, az utolsó eredményeid annyira nem fényesek teniszbe ellen, nem úgy tudom, de én erről nem beszélhetek nagyon sokat adásban. Edzé, jó, szevasztok, csókoltatunk benneteket. Puszi, ciao, hello, hello. Nézhetnénk még egy kicsit a hasát. Kimerem. Igen, és Rubin Réka beáll. De a Réka hogy néz ki akkor, amikor be van durrama, hogyha csak így lazán felkel, és utána így néz ki? Elképesztő. Már valamit, elképesztő. Nem? Tessék? Edzett ma már valamit, nem? Szerintem az van, hogy nem. Tehát, hogy ő konkrét. Feri, neked is lehet-e a sizont, ha egybe lenyelsz egy fonott kalácsot. Nekem tehát, már hogy... van csak alatta, tudod, a zsír alatt. Szép a függöny. Nem, azt szerintem, hogyha egy jól felforrósított golfisütőt rányomunk a hasonlatra, akkor kávé. Ugyanígy megcsinálja. Minek ez a sok szenvedés? Miért nem csinálsz valamilyen, fölmész ilyen online oldalra, és otthon csinálsz ilyen kis lábkirúgás, támasz, négy ütemű, hát simán tudnál otthon még pluszba készülni, vagy neked most határozott edzésterved van, azt szerint mész? Igen? Én csinálok ilyeneket. Azt megleptél ezzel, hogy lábemelés. Nem láttad, micsoda léges könnyedséggel csináltam? Hát nem, a hangodon hallottam, hogy még nem akarok többet. Hangodon hallottam, nem akarok többet kérdezni, mert a pulzusod kicsit felment. Na jól van. Mi van? Azt nem a Feri sóhajtott. Ez az egész olyan ez mindjárt szólt ma reggel. Ez kapcsolat, Ustream kapcsolat, élő telefon kapcsolat, érted? Ez már a 22. század. Akkor néz ki az épület. Külső szárnyára is várj. Igen, és te hozott újra valóságban. Még fel vagyunk egyébként? Min, hol? Mert a Skype, üzd már belé. Malac az életeket akarsz küldeni? Nem, azt már nem engedem. Jenna pont Jameson. Vele is szeretnék egy gyors Skype kapcsolatot. Rita Fált Tojánó kukac. Ő már veterán. Igen. Ahogy Jenna is. Ja, Istenem, 8:30 pontosan, 3 perccel várunk friss közlekedési híreket, küldjetek el, hogy mi a helyzet az utakon, mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show a Glass FM-en. 3:48 múlt, pontosan 2 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Király ez a huligánsz, írta valaki, jó, már azt hittem egy jó kis Rammstein. Egyébként hasonló, hát ez a téma, ez a fő téma. Ez a Rammstein milyen szemétül nyúl a huligánsz. Ez a Rammstein téma is, de igazából tényleg jó. Ebből az egy számból egész életművet felépítettek, és visszamenőleg is. Igen, rakják ki 3 fákját, gyújtsd meg. Ez a Rammstein. Te vagy a Rammstein, ennyi. Ez egy tényleg jó kis huligánsz, de az egyik legjobb huligánsz. Én azt bírom, amikor ők ilyen kemények, vagy keményebbek egy kicsit. Nem? Tehát jók a lájtosabb, szoftosabb huligánsz dalok is, de amikor... Királylány is jó. Jó, hát persze. A királylány se rossz, de ez az igazi huligánsz szerintem, vagy ez az igazán szerethető. Na, azt nézem, hogy mi a helyzet az utakon. Ú, rengeteg játék SMS. Ezeket tegyük már át egy másik mappába, Laci, majd, ha dolgozol egy picit ma. Azt mondja, hogy... Zsülte, hagyjad, van elég dolgod. Igen. Fáradt vagy Zsült? Mi van veled, Zsült? Mi van, de most influenzás van a családban? Szex? Uh-huh. Kódolatlan? Az se volt. Kódolatlan éjszaka volt. Jó van.
Mindenki a saját valóságát próbálja a zsűrrel, látod? Beteg a gyerek? Nem. Kódolatlan éjszaka? Nem. Szex? Tehát, hogy mindenki azt mondja, amiben él, tudod? Ami miatt ő fáradt lenne. Nem aludt a gyerek, kérdezném én. Kódolatlan hétvég, kódolatlan szerda este, tudod? Kérdezné Jani. Tehát mindenki azt próbálja mondani. Ne, hát mindenki lehet így egy kicsit ezzel, hogy nem is tudom, fáradtka, nincs ezzel baj. Na, eltűntek a közlekedési hírek. Hát annyian szeretnének játszani, meg ilyen különböző reklámblokkos játékokra jelentkezni. 11-es főút Szentendre előtt Karambol Leányfaluig ér a sor, Lackó küldte nekünk. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton nagy baleset dugó várható, üzente Laci. Siófokon trafiznak a rendőrök a Zamárdi felől érkezőket, Zozó küldte nekünk, valamint a 4-es úton Albert Irsánál az 54-es kilométernél Pest felé. Vigyázzon mindenki, aki arra megy, mert hogy mérik, Vasfej küldte. M85 NS-e elkerülő szakaszon a hídról mérnek, autó nincs, csak trafi a szalagkorláton. Ezt Bali küldte nekünk, és a budai alsó rakparton pedig kicsit lassabb a haladás. Na, köszönjük szépen. Játszunk, már is itt van a játékosunk. A kérdés pedig, mit mondóra? Visszafelé beszélünk. Ülés hevére faszi. Hozzájállat, élet a szívbanom. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vacsigyellán, mime? Aki válaszol... Halló! Halló, sziasztok! Hello! Hello. Ki vagy? Tlozs. Tlozs, vagy Tlosz. Az... Zsolt. Így van, hello Zsolt! Így van. Hello, sziasztok. Honnan hívtál minket? Sükösdről. Sükösdről. Mit csinálsz ott? Hát éppen dolgozom. Dolgozom? Mit dolgozom? Festő vagyok, szobafestő is. Ebben a szakmában tevékenykedek éppen. Szobafestő. Na és most mi a mai meló? Hát csiszolás. A legrosszabb része, ugye? Hát ez van, eljutott. Csiszoltak. A falat kell előtte, mielőtt felviszitek a... Hát most éppen fa dolgokat kiszolunk. Nem kérdeznek ebből többet, meg kiderül, hogy teljesen amit hát például, vagyok. Hogy egy falfestő miért fázik? Vagy csak hát fával, hát miért kell? Na figyelj ide, híres ember, illetve szólásmondás, ez a kettő van ma reggel neked. Hát legyen a híres ember. Híres ember legyen? Jó. Igen, igen. Figyelj, indítjuk az órát, fél perced van, jó, és kettőször mutatjuk. Figyelj, óra indul. Anit Szirk, Igeszreze. Jó. Lehetne még egyszer? Persze, mutatjuk. Anit Szirk, Igeszreze. Anit Szirk, ugye? Ez az egyik, Anit Szirk. Igeszreze. Igesz. Igeszreze. Te jó vagy, ügyes vagy. Így hát van, nem tudom, az beugrott. Véletlen. Egerszegi. Hát a segítségetekkel egy kicsit. Egerszegi Krisztina volt a híres emberi, így van. Jól van, oké, megvan az ajándékcsomag, és hát csak kétszer mutattuk. Köszönöm szépen. Nem is vettünk ki belőle semmit. Jó? Na, köszönöm szépen. Köszi, ciao. Szia. Hello, Zsolti. Hello. Te ügyes festő vagy, te Zsolti. Zsolti. Igen, ügyes volt. Mit szóltok a tanárokhoz? Egy mondatot beszéljünk róluk, nem akarunk sokat komolykodni, de remélem, hogy lesz változás. Én nagyon drukkolok nekik. Nagyon, nagyon, nagyon kell, nagyon szükség van rá. Hát én közvetve ugyan, de azért tapasztalom azt, hogy én nekem is általános iskolás a kislányom, és azt látom, hogy egy irgalmatlan melót végeznek a tanárok bent, és egy hihetetlen anyagot kell átadniuk ugye gyerekeknek, hogy folyamatos futásban vannak, folyamatosan rohannak, hogy be tudják tartani a határidőket, ez nekik se jó, és a gyerekeknek senkire nincs idő, semmire nincs idő. Így van. Nézd ki, most már azért ez egy össznépi dolog, tehát itt most már sok-sok száz iskola, magánszemélyek, mindenki csatlakozik hozzájuk, és hát remélem most, ha erről beszélek, akkor nem lesz kommunista az apám. Tehát, hogy ugye vigyázni kell azért ezzel. Hát, nehogy az legyen, hogy ha valaki erről beszél, akkor azonnal megtalálják, hogy miért beszélt erről. Szóval az érdekesebben az, hogy én elolvastam egyébként a követeléseiket, és a legszimpatikusabb ebben az egészben, hogy a követelések nagy része az egyébként arról szól, hogy hogyan lehetne jobb a diákoknak. És ez nagyon fontos, mert ugye a tüntetések sokszor arról szólnak, bizonyos szakszervezeteknél, érdekcsoportoknál, hogy hogyan legyen jobb nekünk, azért tüntetünk. Uh-huh.
De amellett, hogy teljesen racionális elfogadható dolgokat akarnak a tanárok, amik rájuk is vonatkozik, a követelésekből nagy része tényleg inkább a diákokat érinti, és a mi gyermekeinkről, illetve a mi gyermekeink jövőjéről szól, illetve arról, hogy olyan iskolába járjanak, olyan körülmények között, olyan tananyagot kapjanak, amivel versenyképesek lesznek, fel tudják venni a versenyt, jobb tanulók lesznek, jobban elsajátítanak, több mindent sajátítanak el, és egyszerűen jobb tanulókká válnak. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Érdemes elolvasni egyébként a követeléseiket, hogy mit szeretnének. Nagyon észszerű ez a dolog, és teljesen nyilvánvaló, hogy ezeket miért kérik. És van szó talán egy pontban bizonyos bérrendezésről, de ott sem egyértelműen arról van szó, hogy akkor most ők kapjanak nem tudom milyen százalékban fizetésemelést, és mondom 95%-ban inkább arról szól, hogy a diákoknak hogyan legyen jobb az élete, és hogy lehet csökkenteni a tananyagot, hogy miért tanuljon valaki 18 éves koráig, hogy a kötelező óraszámokat miért kellene csökkenteni, hogy miért lenne jobb a tanároknak, mi legyen a napközivel, a tanulószobával, a szülői kérése. Szóval ez tényleg arról szól, hogy a gyerekeknek hogy legyen jobb, nem? Egy és ez a legfontosabb dolog, hogy végre nem egy olyan kezdeményezést nézel, ahol saját maguknak kaparnak az emberek, hanem a diákjaiért csinálja. A diákjaiért is így van, hát ők is szeretnének bizonyos dolgokat. Nyilvánvaló, és ugye azt meg mindennél jobban bizonyítja, hogy ez elkezdődött egy kis vidéki iskolából, és hogy mennyien csatlakoztak már hozzá, érted? És mindenki ott van, és együtt tolják ezt a szekeret. Tehát, hogy valószínűleg ennek nagyon-nagyon komoly alapja van, amit ők kérnek. Igen. És azt is mutatja, hogy eddig úgy látszik, hogy nem volt egy egészséges párbeszéd. A pedagógusok és azok között, akik egyébként előírek a pedagógusoknak, hogy hát igen, meg volt ez az őrült központosítás, amiről ugye most már szerintem szorosan szépen mindenki kezd rájönni, hogy ez egy óriási hiba volt, és ezzel sokkal többet ártottak, mint amennyit használtak. És hogy igenis szerintem a tanároknak azt kellene visszaadni, amiért tanár a tanár, hogy eldönthesse, nem, hogy ő például miből tanít, hogy eldönthesse, hogy hogyan tanít, hogy szabadon választhasson egy bizonyos tankönyvből, mert tudja, hogy annak az osztálynak az a tankönyv kell, és rámerjük rá, tudjuk bízni a tanárokra, és higgyük azt, hogy ő jól választ. Nem? És ez a fajta központosítás, hát ez is elképesztő egyébként, de ez azért nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és ez kiderült, hogy ebben a formában ez a rendszer, ez nem működik. Ez nem működik. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az ügyből, de nagyon közeledek az álláspontok, vagy leültek már végre. És engem nem a Soros támogat, meg nem szólt ide SMS-ből, hogy most én erről beszéljek, és tényleg emeljem fel a hangomat a tanárok mellett, nincs mögöttem Soros György, higgyétek el, tényleg, ez mindenkinek mondom, hogy se AVH-s nagyapa, nincs se Soros György. Amit elküldtek, azt az orvosi. Én csak egyszerűen szimpatizálok a tanárokkal, elolvastam most a követeléseket, és azt gondolom, hogy igen, ennek van létjogosultsága, és drukkolok nekik nagyon. Ez tök fontos kihangsúlyozni szerintem, és ezt ők is kihangsúlyozzák, hogy itt nem politikáról, nem politizálásról, hanem abszolút egy szakmáról van szó, és szakmai érvek vannak itt alapvetően. És nem támadni akarnak egy rendszert, hanem egy másik rendszert akarnak, de abszolút szakmai alapokon megújítani, reformálni, jobbá tenni. Igen, illetve visszakapni olyan dolgokat szerintem, amik egyébként volt nekik, és mint a szabad tankönyvválasztás, vagy hogy az iskolaigazgató különböző gazdálkodási jogokat, azokat a munkáltatói jogokat visszakaphat, és ő dönthet bizonyos dolgokról. Vagy az a teljesen fölösleges adminisztratív terheket egy kicsit úgy csökkentsék, hogy tudjon valójában azzal foglalkozni a tanár, ami tényleg fontos. A tanulással, a tanítással, a diákokkal, és ne legyen iszonyatosan túl adminisztrálva ez az egész, mert elveszi az értékes időt, amiből egyébként nekik nincsen sok. Tehát ezek olyan racionális dolgoknak tűnnek. És hogy általánosságban problémák vannak, azt mi sem jelzi jobban. Szombathelyen, Pécset, Szegeden, Sopronban, Budaörsön, Békéscsabán, Győrben, Hajdúszoboszlón és Veszprémben is voltak tüntetések. Igen. Csörög a telefonon, Soros György, onnan vedd föl, légy, és mondd a számra a számot. Köszönöm, nem jött még át. Nem jött még át. 3 perc van pontosan 8 óra. Mi drukkolunk nekik, reméljük megoldódik, és nem azért, mert valaki ellen vagyunk valaki mellett, hanem a saját gyerekeink és a ti gyerekeitek érdekében, hogy legyen ez egy jól működő rendszer, ahol jó tanuló, jó dolgokat megtanuló diákok kerülnek majd ki az iskolák kezei közül. Úgyhogy hajrá, 3 perc van pontosan 8 óra. Jön a mi Gáborunk, gyerekek, csütörtök. Hogy ne jönne. Jön Bio Gabi? Bizony, de már. Jön Bio Gabi, úgyhogy vele folytatjuk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt
a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és vannak friss közlekedési híreink. A Sárvári elkerülőn a 84-esen mérnek a hekusok a Rába híd után. Az egyik pont Brunyál a Szántóföld célén. Köszönjük szépen. Na, is ember. Hát, gyerekek, hát most nincs ezzel baj, persze. Baleset a 18. kerület Nagykörösi útrendőrség, és a tűzoltók is kint vannak, alakul a dugó. A Nagykörösi úton valahol, hát a 18. kerületben azért ez elég hosszú, de ha valaki pontosít, akkor azt is mondjuk. M7-es 87-es kilométerénél Budapest felé szétszakadt kamion gumi van a külső sávon, figyelje mindenki, könyves Nándi. Köszi, hogy elküldted. Valamint a 4-es számú főúton az 54-es kilométer kőnél a Budapest irányába haladókat mérik az Albert Irsai parkolóból. Csoki guru küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, gyorsan megeszem a reggelire hozott szalonámat, mielőtt beér Gabi. A végén még lebeszél róla. Hát nem beszél senki. M3-as Pest felé a 34-es kilométer közelben személyautó az oldalán, forgalmat nem zavarja, de a leálló sávban is állnak, hatóságok még nincsenek. Sumi küldte nekünk. Személyautó az oldalán azért valami. Nem? Pedig a 34-es, hát nincs olyan nagy kanyarok. Van egy-két kanyar az M3-ason, ahogy jössz Pest felé, de nem vészes. Pest Szent Imre központ után befelé baleset történt, autó az árokban, rendőr tűzoltó a helyszínen terelik a forgalmat, a Nagykörösi útról így nincs még nagy dugó, ezt Linda küldte nekünk, és hát is nagyjából ennyi. Meg vagyunk. Sütként a nap? Igen, sütként a nap. Azt nem tudom, hogy szél van-e, mert hál' Istennek, hogy nyílászárok ebben az esetben mondjuk tökéletesen betöltik a funkciójukat, de eső nem esik, és gyönyörűen tiszta az ég. Mi kis dolgoknak is örülünk már. Így van. Nem szakad az eső, mint tegnap. Jó, zene, szép idő. Beleszaladhatok ebbe az őzön... Jó zene, szép idő. Aha, jó, csak nem értettem így egyből, és mondom, visszakért. Én nagyon szeretem ezt a számot. Igen, mibe kellett beleszaladjunk? Ebbe a szakadó esőbe, ez az özönvízszerű esőben volt tegnap. Beázott az autóm. Ja, hát mondjuk jó, autót hát ez kell használni, tehát nem egy teljes dobozt, ugye, hogy szoktuk volt mondani. Ő a gyerek mögöttem. És egy éles jobb kanyar, mondja, hogy apuci, csöpög a víz a kocsi tetejében. Ne butáskodj már, mondom, hogy csöpögne. Akkor becsukom a nagy fénytetőn. Jó az ötlet, fiam, jó az ötlet, nyomd meg azt a gombot. Megálltunk, és elemlámpával a sötétben, a szakadó esőben belülről végig világítottuk a tetőkárpitnál, hogy hol esik az eső, és kiderült, hogy nekem van egy kicsi tetőablakom, és valószínűleg fölül a tető tetején a szilikon körbe, vagy egy kicsit elázott, vagy megfáradhatott a tömítés, és mint a Pávölgyi cseppkőbarlangban, amikor így rajta kapod a cseppköveket, ahogy ugye ott így szépen lógnak hosszú-hosszú évmilliók után, sok-sok pici csepp üldögél ott a tetőablaknak a környékén. Lehet, hogyha megvárod, akkor neked is lesz. Csak gondoltam, hogy úgy menjek be a lakásba, berakjak egy vödröt a kocsiba, mert nem álltam be a garázsba, hogy reggel le tudjak ülni. Nem, hogy legyen egy ilyen gyűjtő vödör. Esik az eső, akkor a gyereknek mindig, amikor beül a kocsiba, akkor az ölébe rakják egy kis vödröt. Tart, és akkor majd fiam. Összegyűjti a cseppeket. Igen, hogy éles balkanyára, éles jobbkanyarnál azért az erőt lesz, hogy az öccse ölébe önti. Azt hittem, hogy hűl. Ez mi lehet? Ez valószínűleg az lehet, nem? Hogy fölül a tetőablaknál elengedett. És az én autóm szilikonos. Ja. Egy kicsit a fújt körbe. Viszonylag ritkán, akkor el kell dönteni, hogy most állandóan nyitva, vagy állandóan csukva legyen, érted? Az állandóan csukottra szavazok, és pici púrhab. Púrhab és védén egyen, az minden megvan. A kettő kombója szerintem megvagyunk, nem? Nem kell más hozzá. Ez a három dologgal mindent meg lehet csinálni. De most szedjem ki a szilikont, és egy teszed ki, mert akkor viszont ömleni fog be a víz. Teszed ki. De van-e, hogy tető, ablak, szilikon csere? Hát csak van a gumi. De igen, de az nem szilikon. Az nem szilikon. Tehát az valami gumitömítés. Nekem. De akkor az valami gumitömítés, vagy bármi is van. Igen. De ez megfárad egy 5 éves, 6 éves autónál. Szerintem egyszerűen, hogy már kiszáradt, és akkor ezért nem zár rendesen. Mert régi az a gumi. Na mindegy, megcsináltad. Csak majd. Jól van, csütörtök van, gyerekek, hát megjött hozzánk, ami drága Gabing már itt is van, nézzétek, milyen sportos. Látjátok, nem öltönyben van. Igen, sportos. Úgyhogy már is vele folytatjuk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Itt vagyunk.
csak hát nagy dolgokat beszéltünk meg. Gábor, hello, jó reggel! Gábor! Ciao. Hello! Az jó ember, reggel. Aki Gábor volt valaha. Az ember, aki Gábor ugye? Volt, és eddig jött a kis tweet zakóiban, és tényleg utoljára ilyen zakókat vágó Istvánon látunk, a Van benne valami című műsorában. Ez 1983-ban, és Gábor megérkezett farmer nadrágban, egy nagyon menő sportos hosszújú felsőben. A cipőt nem láttam, mert nem néztem be a pult alá, de szerintem az is stimmel. Hát ki ez a golfoz? Ki ez a japi fiú? Hát ki ez a megújult srác? Hát bevallom, hogy azért kedves barátaimnak a felesége, egy kedves ismerősöm, barátom, és segítenek az öltözködésben. Azt mondták, hogy Gabikám, ez már a múlt század. Aha, és két. Igen. Azért vannak határok. És azon belül is a boldog békeidők, tehát a század eleje. Igen. És a kedves barátomnak a felesége is segített abban, hogy menjünk el, és nézzünk ruhát. Tehát nem azt, amit eddig hordtál. Egy-két új boxert. Úgyhogy nyilván van, amit nem veszek föl, mert szerintem nem való hozzám, meg nem akarok kivetközni magamból, de tény az, hogy privatizálni kellett magam. Egy komoly brand épült mögé. Hát azt kell, hogy mondjam, komolyan, hát stylistok, menedzserek, előadásszervezők, fotósok, gyerekek, hát itt megváltozott, hát ez a világ. Ez az a hatás, amit ugye gerjeszt, az a munka, amit végzek. De aranyos, és akkor ott álltál a H&M próba fülkébe félmesztelenül, és akkor hordták be neked ezeket a számodat teljesen életidegen felsőket, te pedig próbáltad magadra kapdosni, vagy CUDA, vagy tök egyébként szó szerint így képzeld el. Egy függöny mögött állok gyakorlatilag félmesztelenül, és adják be. Kedves barátomnak a felesége és Gyuri barátom adja be a ruhákat, próbált fel, hadd nézzük, ez nem jó, ez jó. A Bamutot meg se ismerted, nem? Valami nem műszál volt az a... Gábor nagyon helyes zakókat hordott valóban. Hát igen. A Vörös Október ruhagyárnak a legszebb idejeit idézték. Igen. Változások vannak egyébként, és ha szabad ezt a kérdést kicsit tovább fejtenem a ruházkodástól egészen a sport felé. Képzeljétek el, hogy a magyar élsport is érdeklődik. A szónak abban az értelmében, hogy a táplálkozás tudomány megragadta a Rióra készülő élsportot is. Egyébként ezek nyitott ajtók, tehát nem azt mondom, hogy most általunk indult el a nulláról ez a folyamat, de egy már meglévő folyamatba bekapcsolódunk, és mondhatom, és ezt megint nektek mondom is a kedves hallgatóknak, hogy köszönöm azt a sok támogatást, meg köszönjük sok támogatást, amivel a hallgatók is kommentjeikkel támogatták ezt az egész rendszert. Mert nem tudom, látjátok-e, hogy ez már nem csak egy műsor, amiről itt beszélünk, hanem elég mélyreható folyamatokat indított el. Ugye ez a másfél és 2 millió közötti hallgatóság, ahogy reagál ezekre a reggeli műsorokra, és ez elgyűrűzött, elhatott egészen az élsportig, olyannyira, hogy a magyar utánpótlás fotballig is elhatott, a judó, az evezés, a legkülönböző sportban. És Gumi, segítel, te jó. Ti adjátok meg az étrendet. Hát majd az Ungvári Miki csicsókás szájjal fog majd felmenni minden reggel a tatamira. Viszik két erőturmixot, megeszik, aztán szép. Nyilván mindenki. Nem várom azt, hogy, és nem az a cél, hogy most átálljon egy élsporttól átálljon, mondjuk vegán legyen, hanem az ő étrendjébe belekukkantunk, és olyan változásokat indítunk el, hogy építsen be hajdinát, kölest, hova, mennyit, milyen zsiradékkal. Tehát egy komplett felépítés, majdnem azt mondom, hogy másodpercre pontosan, glikémiás indexek, vércukorszint mérések. Tehát hihetetlen komoly teljesítmény érhető így el. Ugye tudjátok, hogy a japánok, a kínaiak, és hát szerintem számos más ország is elindította azt, hogy a táplálkozásra befolyásolja a sport teljesítményt. Egyáltalán nem mindegy, hogy úszó mikor nyúl be ugye a végén a cél, nem is tudom, hogy nevezik azt ebbe a kis fotocellás rendszerbe, és az egy tized vagy század másodperc, az befolyásolhatja az éppen, amit reggelizett. Mi van a gyomrában, milyen a vércukorszintje. Japánok ezt mérik, más országban is mérik, és pontosan tudják, mi történik mondjuk egy úszó szervezetében az úszás alatt. Magyarországon ez nem annyira divat. Focisták nem kerestek még?
Dehogy nem. A magyar élvonalbeli futball is megjelenik ebbe a képben. Egy része. És ami fontos, hogy az utánpótlásra szeretnénk fókuszálni, tehát az, hogy most egy kiöregedő félben lévő futballista mit eszik, az is fontos. De igazából neki már majdnem mindegy, hanem is. Ezért nem akarok megöregedni, hogy egyszer így beszélnek róla. Sebessén bele, ja, annak már mindegy. Te már csak az íze miatt zabál, de nézzétek, mondjuk egy 10 éves, egy 8-10-12 éves fiatal, aki óriási tehetség mondjuk a futballban. Most gondoljátok bele, gondoljátok meg, hogyha fölépítjük az étrendjét, teljesen beállítjuk, megismerjük az ő szervezetének a működését, ugye ehhez orvos kell, ehhez dietetikus kell, ez nem csak egy táplálkozástudomány, hanem ez egy komoly disziplina, sőt, sok-sok tudományág. Akkor ez a fiatal, amikor 16-17 éves lesz, hihetetlen teljesítményre lesz képes, mert analizáltuk a testét, teljesen analizáltuk a testét, tudjuk, mi történik benne, tudjuk, hogy egy zabra hogy reagál, egy kölesre hogy reagál, egy fehér kenyérre, egy rizsre hogy reagál, föl tudjuk rajzolni a grafikonokat, és hihetetlen teljesítmények érhetőek el. Máskülönben ez átvonulhat, vagy bevonulhat a hobbi sportolásba is, és később egy átlagember, aki mondjuk Feri. Így van. Aki szerintem nem átlagember a Feri, hanem átlag fölötti. Bántóan, fájóan átlagos. Nem, most ezt nem értettem. És akkor jön egy átlagos ember, mint Feri, aki tényleg. Nem. Teljesen. Bocsánat, nem. Nem úgy átlagember. Na, ő neki a kölest. Na. Nem? Tehát Feri most ugye félmaraton fog futni, például szívesen összeállítanék Ferinek egy félmaraton diétát. Hívni foglak, Gábor, jó? Nem fogom kivenni a szalonnát. Én nem hiszed el, ne szalonnát, mert igen, nem eszik szalonnát. Nem láttam egy hónapja szalonnát. Zapkex, zapmehely, csokis kex, vagy pufasztott risszelet, műzliszelet. Én ezt nem tudom, ezt erről nem beszéltünk tényleg. Súlyon kívül. Zabot. Ez most komoly? Tényleg, megdöbbennél. Hogyha bemennél mondjuk a szerkesztőségbe, és mondjuk az oda feltelepített kaja mennyiséget, meg fajtákat nézegetni, nem hinnéd el, hogy ez a Feri asztal. Reggelenként ott minden tele. Ez az a fiú, akivel eddig te beszélgettél. Komolyan. És most tényleg azt kérdezem, hogy jó-e? Nem. Nem úgy néz ki, mint akinek jó. Nem. Látom minden reggel. Látja, hogy én eszem a zapkekszet. Egyre jobban beesett. Ez a óriási változás. Elkezd tenni, azt rögtön púp nőtt a hátán. Szerintem, ha valakiről, akkor a Feriről nem gondolták volna az emberek. Én sem, hogy valaha ilyen mondatok adják el a száját. És valaha lesz azért szalonna vagy kolbász? Mindenféleképpen. Tehát tervezett, tartjuk magunkat, mert ezt megcsinálom, ezt a kis félmaratont, és utána azonnal visszaállom. És irány 150 kiló. Nem biztos. Na, egyébként pont az a cél, hogy például Feri, te korábban gondolom nem ettél ilyen zabos kekszeket, és most kipróbálod. Ez a cél, hogy... egy olyan ember, aki soha nem próbált ilyesmit, próbálja ki, és nézze meg a hatását. Nos, hát ennyit a sportról. Na, mi újság az elhízással, ugye erről akarunk beszélni egy picit, ami egyébként kapcsolódik a témánkhoz, ugye, mert hogy most a szakma megint szembe ment önmagával, hosszú ideig hallottunk valamit, majd most megjelentek cikkek, amik az eddig hallottakat cáfolják. Röviden akarom csak felvezetni a témát, hogy az elhízás kontra szénhidrát, vagy elhízás kontra zsír. Ugye évekig tartotta magát egy bizonyos közhiedelem, lehet így mondani, az most megdőlni látszik. Így van, hát nézzétek, meglepő eredményeket olvashatunk, ugyanis szó szerint idézem, az obezitológiával, tehát elhízás tudományjal foglalkozó szervezet képviselője, most nem mondom a nevét, elmondtam, hogy a világon arányaiban Magyarországon él a legtöbb elhízott ember az Egyesült Államok és Mexikó után. De nem ez a lényeg, a statisztikákból már időnként elegünk van, hanem az okok összetettek, nem csupán arról van szó, hogy a magyar étrend hagyományosan zsírban gazdag. A következő mondat a legfontosabb, ilyen szempontból a legújabb kutatások szerint a szénhidrát, amelyből a tészta, a fehér kenyér, a rizs, a krumpli és a gyümölcsök sokat tartalmaznak, kicsivel nagyobb szerepet is játszik, vagy játszanak az elhízásban, mint a zsír. Tehát eddig azt mondták, hogy a zsír, most azt mondják, hogy nem a zsír, hanem a szénhidrát. Tehát akkor ők se tudják, hogy valójában mi történik. Igen. Hát szerintem tudják, csak nézzétek, az a baj, hogy Magyarországon az emberek kezdenek dühösek lenni. Tehát lassan ott tartunk, hogy nem, hogy lassan, az előadásokon, egészségnapokon azt hallom, hogy a kedves hallgató felszólal és azt kérdezi, hogy ha már a szakember se tudja, hogy mi az ok, és mi a megoldás, akkor egy átlagember honnan tudja. Az Élelmiszeripari Egyetemen és a dietetikán ugye azt oktatták, és tudomásom szerint mind a mai napig, hogy alapvetően a magyaros étrendi forma zsíros,
fehérjedús, zsíros, és nyilván hozzátéve szénhidrátus táplálkozás felelős az elhízásokért. De azért ez elég durva, ez a mondat, hogy úgy tűnik, hogy alapvetően nem a zsír, vagy nem annyira a zsír, hanem a szénhidrát játssza a főszerepet. Ez egy teljesen új szempont, tekintettel arra, hogy a szakma tudja, hogy a kenyér fogyasztásunk az nem olyan hatalmas, mint amennyire sokszor gondolunk. Mi nem eszünk annyira sok kenyeret, mint ami megmagyarázna az elhízást, és ne felejtsük el, hogy 1 gram cukor, glükóz vagy szénhidrát, az ilyen 4,2 kilokalóriát hordoz, ennyi energiát tartalmaz, elégetéskor ennyit szabadul fel, a zsír pedig 9-et. De akkor most mitől kövér a magyar ember? Akkor most a zsírtól vagyunk kövérek, vagy a szénhidráttól vagyunk kövérek? Vagy a mennyiségektől. Vagy a mennyiségtől vagyunk. Nézzétek, egy evőkanál olaj, vagy margarin, vagy zsíradék, az mondjuk 100 kilokalória. A zsíradék energiatartalma rettetesen magas. Ennek ellenére most amióta terjednek ezek az új divatok, mint ugye az Atkins, a paleo, a ketogén diéta, stb., most divat lett szapulni a szénhidrátokat. De nézzétek, az, hogy a gyümölcsök, tehát itt van, ki is vastagítottam itt az e-mailben, amit nektek küldtem, jó, fehér tésztát, egy krumplis tésztát valószínűleg hízni fogok. Vagy egy dödölétől. Fehér kenyértől valószínűleg hízni fogok, mert finomított szénhidrát. Fehér rizstől hosszú távon hízni fogok. Nem mondom azt, hogy ez a cikk hazugság. Azt mondom, hogy féligazság. Kicsivel nagyobb szerepet játszik az elhízásban a szénhidrát, mint a zsír. Na most nem mindegy, hogy a szénhidrátot mikor esszük meg reggel, délelőtt, délben, délután vagy este. Egyre bonyolultabb. De komolyan mondom. Na most eddig az volt, hogy a zsír. Most az van, hogy a szénhidrát. De most attól kezdve az esti embere, szénhidrát nem olyan, mint a reggeli. Mint a délelőtti zsír. Viszont a reggeli szénhidrát jobb, mint az esti zsír. Ugye? A kora délutáni zsíros szénhidrátokról már nem is beszél. Írok egy könyvet a fogyásról, abban minden onnan az lesz, fogyni akarsz, ne zabálj. De tényleg, hagyd abba az abát. De nem beszél a cég a teljes körlésűről. Ennyi. Emlékeztek, hogy arról beszéltünk, és beszélünk most már több mint 2 éve, hogy reggelire, ugye meg is szoktátok kérdezni, mit reggelizte. És ugye az én reggelim a szénhidrátban gazdag. Uh-huh. Mert vagy kölest, vagy hajdinát, vagy nem tudom, zapkását fogyasztottam. És lehet, hogy az emberek kiakadnak, hogy mindig ilyen a reggeli, édes szénhidrát reggeli. De ehhez hozzátartozik, hogy én szénhidrátot később nem, vagy alig fogyasztok. Este például egyáltalán. Ez a lényeg az, hogy az nem a szénhidráttal van a baj, hanem az időzítéssel. Ezért szoktuk javasolni az édes, de nem túl édesített, csak édes ízkarakterű szénhidrát reggeliket, mert attól főszabály. Jó a gyerekeknek is, akkor nézzük egy konkrétat. Beállítja a délelőtti vércukorszintet, segít az agynak a vércukorszint, a glükózszint beállításban. De még egy mézes kenyér a gyereknek, az jó reggeli? Hát nem tökéletes, inkább azt mondjuk, hogy diófélékkel, aszalványokkal, legalább 2 vagy 3 féle. De ki az Isten? Reggelizik asszalt Szilvát Gábor, hát ne csináld. De Gábor. Egy marok dióval, hát a gyereknek kensz egy kenyeret, ráteszel egy kis mézet, és megízik hozzá egy pohár. Jó, mézes kenyér dióval. Mézes kenyér dióval. Esetleg mézes süldió. Most legváros kenyérre. Mézes süldió, frissen szelt, otthon sütött hajdina kenyérre. Egyébként értem. A diófélék, a magyaró, a mandula reggel néhány szemre, rettenetesen fontos. Gyerek számára is. Kálcium, magnézium, mangán, cink rész van benne, mazsolával. A diákcsemegéről is beszéltünk, hogy ez a típusú asszalvány plusz dióféle együtt, ugye egymást kiegészíti. Rettenetesen fontos volna a gyerek kezébe markába tenni egy fél marék mazsolát, egy kis aszaltszilvát, vagy aszaltságabarackot, és néhány szem magyarót vagy diót. Ez hiányzik a mézes kenyérből. Ezek a hatóanyagok hiányoznak teljesen, Balázs. A mézes kenyérrel adtunk neki egy csomó cukrot, meg keményítőt, ez nem tökéletes igazából. De hozzáteszem, reggel, az ilyen típusú reggeli szerencsés, délben már félig meddig hízlal, este pedig szinte teljesen hízlal. Tehát a cikkből az hiányzik, hogy a krumplit, a rizst, ugye a rizs helyett barna rizst, a fehér kenyeret, teljes örlés kenyeret, a tészta helyett is már annyiféle tésztát találtok, a paradicsomostól a spenótos tésztáig, egészen más a felszívódása, nem szól a cikk arról, hogy durum tészta glikémiás indexe alacsonyabb, mint a nem durum tésztái, van a teljes örlésű tészták. Úgyhogy a cikk szerintem arra jó, hogy ez a kis pár sor, hogy az embereket megzavarja, és az emberek dübeguruljanak, hogy jó, nem ehettem eddig zsírosat.
olajosat. Nem ehettem, most már nem ehetek kenyeret, rizst, tésztát, krumplit, sőt, hát gyümölcsöt is alig-alig ehetek. És szerintem ettől egyre frusztráltabb mindenki. Igen. De tényleg. És akkor ezzel visszahozok az embereknek a kasznyák, hogy akkor eszek mozzarella sajtot, meg trapisztosat, eszek húst, meg iszok tejet, és ezzel visszaűzzük az embereket a rossz szokásokhoz. Úgyhogy nagyon óvatos. Na hallott sajtot és tejet se. Na jó, ez hát most nem komolyan mondom. Semmit. Nem tartozik a rossz. De én azt mondom, hogy a cikk ilyen szempontból egyoldalú. Vagy nem a cikk, hanem a kommunikáció, hogy esetleg csak ez a három sor kerül fel mondjuk egy híradásba, de ez gond. Ezért egészítsük ki azzal, hogy igenis a szénhidrátokkal nincs baj, a glikémiás indexel például nagyon szívesen foglalkozni. Hoznék nektek két hét múlva 10 szénhidrát forrást, és elmondanám, hogy melyik fogyókúrás ezek közül. Miért? A glikémiás indexe mennyi, a szénhidrát tartalma mennyi, ebből egy evőkanállal megeszel, jól laksz tőle, és nem fogsz hízni. Na mi az, amitől egy evőkanállal megeszem, és jól lakom? Van ilyen? Hajdina pehely. Ó, te bedugod a árpagyöngy. És ezekhez egy kis kókuszlisztet, gesztenyelisztet teszel, barnarizs. De hát ugye tavasszal barnarizs kúrával fogynak a hölgyek például. Hát a barnarizsből megeszel két evőkanálnyit. Hát meg a barnarizs finom is, tehát hogy ezek nem rossz ételek, tehát hogy köretnek barnarizs, meg barnarizs. Tehát úgy nézek, hogy gyümölcsrizs, növényi tejszínnel, tényleg szépen kókusztejszínnel, ez egy fogyókúrás étel. Mert ebből megeszel két evőkanállal, van benne 150 kilokalória, de maximum 180, ami egy fogyókúrához elég, és ettél szénhidrátot. És te a vacsoránál is nézed, hogy mert vacsora mindig a reggeliről beszélünk, tehát te úgy állítod igen. Össze a vacsorát is? Igen, csak a zöldséges, a vacsora párod, grillezett zöldség, cukkini, patlisán, ilyesmi. Ennyi? Ezeket eszed vacsorára? Így? Párod zöldség. Hogy vagy még életben? Nem, hát azért van mellette tofu, van mellette mondjuk párod gomba. Van mellette tofu, ezt úgy mondtad, hogy azért odarakok mellé egy jóféle sült csirkecolmat. Tehát ez a van mellette tofu. Utána folytatta, mert van gomba is. Ja, van. Kis párod gombbal. Tehát este már csak zöldség, ilyen könnyű? Könnyű zöldség, de ha valaki akar szénhidrátot, akkor pirítós. Teljes őrlésű kenyérből papírvékony szelet megpirítani. Uh-huh. Hát ennek van kemény 40 kilokalória értéke, nem fog tőle meghízni. Ha nincs baj a pirítással, ugye? Hát tegyük hozzá azért, hogy ugye? Mert ha túlpirítod, akkor viszont rákban elhalsz. Nagyon nem ha valaki húsevő, és egy szelet halat megeszik hozzá, vagy egy szelet nem tudom, pulyka, mert attól se fog meghízni. Hát nyilván ilyeneket nem eszem este, de aki húst fogyaszt, vagy egy sovány, nem tudom, mozzarella sajtot, feta sajtot, kecske sajtot vesz hozzá, az laktat, nem hízlal, tehát ilyenek abszolút működhetnek. Egyébként, ha megnézitek a kenyérpultokat, megjelentek ugye a finom pékáruk. A kakaós csiga, a túrós batyú, egyebek. Na most ezek az igazi problémák, mert ezekben zsíradék is van, és szénhidrát is van. És tudjuk, hogyha valamiben zsíradék van, legyen az kókuszsír, bár a kókuszsír egy picit könnyebben emészthető, inkább azt mondom, hogy állati zsírok, vidéken korábban még sertészsírról is készítettek a kakaós csigát simán, nem tudom mai világban ez hogy van, talán nem annyira szerencsés, meg olajjal. Na most amikor egy finom pékárut eszek, ne felejtsük el, hogy ezekben a bukta félékben zsíradék van, és fehér liszt van. De az, aki például minden reggel ilyet ad a gyereknek, az árulást követelese a gyerek ellen, idézőjelesen? Tehát eszik mondjuk egy kakaós csigát. De legyen reggel. Ha reggel, akkor szerintem igazán nem. Nem baj. Bár a fehér liszt ott van benne, tehát szerencsés volna egy okos bukta használata, tehát valami okosabb termék használata. De a lényeg az, hogy ha délután este felé adok a gyereknek, vagy felnőtt eszik ilyet, megéhezik, eszik egy buktát délután 5 órakor, 6 órakor, ne felejtsük el, hogy a zsíradék miatt a tranzit hosszabb lesz. Tehát lassabban fog haladni a bélben, sokkal lassabban, mint egy kenyér, vagy egy pehely, natur pehely, mondjuk jó. Bukta bekapaszkodik lassan. Az a baj, ezáltal sokkal semmi több lesz a kontakt, vagy tehát hosszabb a kontakt, és a keményítőből több fog felszívódni. Egy teljes őrlésű kenyérből sokkal kevesebb fog felszívódni, mert a rostok miatt a tranzit működik, tehát sokkal gyorsabban halad. Egy zsíradék visszafogja az emésztést, lelassítja, és több fog felszívódni. Ezért én nem a kenyeret, rizst, a krumplit és a gyümölcseket hibáztatnám, hanem az olajat, zsíradékot, margarint is tartalmazó finom pékárukat. Na jól van. Termékeket. Hát okosabbak lettünk, de közben mégsem, mert amit eddig gondoltunk, azzal most megint valaki szembe megy, és azt mondja, hogy nem ez, hanem az. Ugye? Aztán egy pár hónap múlva, pár év múlva bebizonyosodik, hogy mégsem a szénhidrát, mégiscsak a zsír. De van kedvetek egy ilyen glikémiás index? Megnézzük, persze, szívesen. Abszolút. Hogy milyen gyorsan szívodik fel, ezt kigyűjtöm, és nézzük meg, hogy milyen lassan gyorsan szívodik fel. Adok mintákat, megkóstoljátok, Feri fut vele egyet. Feri, mit reggelizem? Tessék, mondj valamit most ebben a három hónapban, mi készül a futásra. Azt hiszem, te áprilisban futsz, Feri, mikor április futsz? 30. Április 30.
Mit tegyem? Most a futás során, ugye az fontos, hogy napi háromszor étkezés. Az megvan. Hatszor eszem. Sok. Hát ez határ eset, igen. Igen. Abból háromszor titokban. Nem. Miért? Hát, hogy a hat étkezésből mennyi, tehát az, ugye, az azt mondta, hogy 2-3 óránként eszel lényegében. 3 óránként. 3 óránként. Hogyha gyomor nem ürül ki, akkor utána ugye ráeszel az előző, na mindegy, az előző étele. Mondjuk 4 óránként szerencsés volna. Gyümölcsös gabona reggelit javasolnék reggel, ahogy erről beszéltünk. Valamilyen szénhidrát mindenképpen jó az ebédbe, teljes ördésű kenyér, rossz kenyér, bőséges salátával, valamilyen húsfélével az ebéd, vacsorára pedig a párolt zöldség, sovány tejtermék, esetleg hal, ha gondolod, szerintem napi egyszer a hús elég, nem? Neked. Ez milyen félve kérdezi, mi amikor valaki meg az orosz lánket. Jaj, napi, egyszer, elég, de, ha nem, ha lehet kettő, de tényleg megsimogatható? Tényleg, ne egyél meg. A full vega és a brutál hús elég. Egyébként, ami jó hír, elég, nem? Hogy a sporttáplálkozásban, ugye egy félmaraton, ugye az 21 kilométer. Ez örülök, hogy ez nálatok is így van. Olyan igen. Sok. Annyit vállalom. Te még nem tudom, mire vállalkoztál. A futás előtti időszakban az étkezés az külön beállítást igényel, és a futás utáni 30-40 perc anabolikus ablak. Anabolikus? Azt mit csináljak? Ott nyomod majd a szteroidot. Ott vissza tudod fótolni a szénhidrátokat és a fehérjéket, tehát ott egy picit szabadabb a mozgástered, hogy a mozgás előtt másfél-két órával mit teszel, hiszen az teljesen el fog égni. Aha. És a mozgás után ugye van egy deficit, egy energiadeficit, amikor bármit eszel, 30-40 percen belül anabolikus időszak teljesen beépül és elég. Uh-huh. Viszont, de ne szaladjunk ennyire előre, mert majd ott feküdni fog ő valószínűleg a hátán 30-40 igen, percig, és majd után lehet. Igen. Hát nyilván nem fog csukrábasolni, de egy kicsit szabadabb a tér. Ott, igen. Köszönöm, igen, Gábor, egész más így most mit, már, egész más. Mit reggeliz cégában? Pehelymixet fogyasztottam. Na most húzzuk ki végleg a nyugtát. Pehelymixet fogyasztottam. Pehelymixet? Egy kicsi kis pehelymixet. Mi volt a pehelymixben? Csiamag. Csiamag. Neked is, Gábor. Csiamag. És kaptam kedves barátaimtól különböző csírákat. Új pólókat. Új pólókat, egy farmer, két darab sportcipőt és néhány bab csírákat. Hogy lucerna csíra volt hozzáadva, és a szalványok. Hát ilyen kis egyszerű hangulat reggeli volt. Figyelj, tegnap ott voltam valahol, egy ilyen bioboltszerűségben, és láttam csiamag olaj. Már tudom, mi a lemmagolaj, tökmagolaj, mire jó, miért jó, de csiamagolajjal még nem tárkoztam. Miért jó a csiamagolaj? Divat, hát nyilván minden magnak van csírája, és annak van olaja. De, hát de ugyanaz, hogy ilyen eszenciális dolgok. Van-e értelme? Eszenciális zsiradékok, de ha megnézitek, az olajterápia, zsiradékterápia elindult, és ugye a magtáplálkozás, mint olyan, az szerintem egy divatos dologgá válik, és nem is baj, mert hasznos, hogyha a dióféléket, olajokat előtérbe helyezzük. Jó. És itt gondolok egy málna magolajra, gondolok egy szőlőmagolajra, stb., amik azért olcsóbb árfekvésűek már most, mint és ha lehet magyar terméket, tegyünk, ne román, mondjuk Dacia magot. Na jó, van megyünk. ez szép találat volt. Szóval akkor ez inkább egy hóbor, tehát nem kell erőltetni a csia magot. Csak ez eszembe jutott, nem vettem, csak kérdezem, megláttam, és nem tudtam, hogy na, ez mire jó. Ez meg mi a jó is. Belite raktad a kosarba. Csia mag, mindegy, megiszom. Nagy baj, nem. Nem tudom, hogy találkozunk-e Valentin napig. Akarsz? Valentin napig? Hát jövő héten van Valentin, jövő héten nem. Két hét múlva találkozunk. Így van, úgyhogy mi a Valentin napot egyébként egészséggel töltjük, csak említem. Azért annyira nem lepődöm meg, hogy nem egy csillagfesztiválon fetrengesz valamit. Szeretnénk találkozni az emberekkel Valentin nap, és színvonalas dolgokat tenni, csinálni együtt. Úgyhogy akit érdekel, az föl tudja venni velünk a kapcsolatot. És nektek pedig addig is nagyon szépen köszönjük. Erőt felének jó futást. Ha meggondolod magad a Valentin napra, akkor én Túrkevén vagyok Böllér Fesztiválon. Disztalt tőlünk sokat. Jó, kövesd az elhullott állatokat, úgy találsz oda. Nézd be, ha gondolod. Ez vasárnapi nap lesz. Ez úgy van, nem péntek, vasárnap lesz. De szombaton. Menj végig az üres ólak. Az üres ólak mentén. Kolbászok készülnek belőle, gyönyörű szalonnák és csülkök. Ahol egykoron disznók voltak, már csak üres ólak vannak. Kövesd az üres ólakat, és eljut a Túrkevei Böllér Fesztiválig. Már az utánpótlás már növekszik a következőre, tudod? Nagyon kemény.
Na jó lenne ott egyszer egy közönség találkozó Gabival, nem? Azért vannak különbségeink, vannak kontrasztok itt a Böllér Fesztivál és igen, az Egészség Fesztivál. Egy ilyen Turkevei Böllér Fesztiválon Gabi a tette közönség találkozódon körülbelül annyira lennél magányos, mint én egy TV2-s roadshow. Tehát, hogy kettő között lenne párhuzam, ott ülnél egy asztalnál, én meg egy másik asztalnál. Egyébként korábban terveztem, hogy volt egy kolbászfesztivál, amin Feri volt a vezető, illetve ott vitte a szót, és gondoltam, hogy elszaladnék. Ne, szemlék és Csabán volt? Gabi, ne. Hát ott téged szétnép meg. Ne akart, hogy, hogy meglincseljenek. Tehát vannak helyek, ahova neked nem kell elmenni. Néztem a naptáromat, de nem fél be. A disznók elé vetnek. Nem a te terepen. Inkognitóban megjelenni. Megzabáltatnak három nagyon ilyes mangalicával. Szeretem. Arra nagy kucsmába menni, hogy búzsakolbász van. Én a te utadat is járom, a Feriét is értem, valahol kettőtök között vagyok. Én nagyra megnéznék egy ilyet. A mentorod és segítőd. Keverjétek a korpába. Jaj, na jó, két hét múlva találkozunk, rendben, jó? Én köszönöm. Vigyázz magadra. Sziasztok. Csáó. 3-4-9 lesz, pontosan 4 perc van, hogy jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Szecsulandó vagy Szecsulandró vagy? Andró. Nem mondtad, hogy Bud Spencer Terence Hill film? Jönnek ketten, nem távolról. Figyelj, komolyan kincs, ami nincs. Nagyjából, Anulu. 6 perc van pontosan, 9 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek, gyorsan egy pici közlekedés. Azt mondja, hogy csatáján a központban a büfénél ismét Belesti birontja a levegőt. Gaben, nagyon fontos volt, hogy elküldett. Köszi, 244-es kilométernél az M3-ason Budapest felé trafiznak egy zöld rendőrautóból. Zöld bagoly írta nekünk, valamint az M1-esen a 140-es kilométernél a hídról mérnek a rendőrök hegyes halom felé. Dávid 94. Na, ha valaki szeretne hármasugrást játszani velünk a következő órában, figyeljem, mutatjuk, hogy mi a beugró. Ez a beugró a hármasugráshoz. Egy. Hát itt az összeset rommá játszottuk, úgyhogy... Igen, neked mind lejött. Kivétel nélkül. Kivétel nélkül mindegyiket. Mindegyiket játszuk, úgyhogy... Ez megfejthető szerintem. Kettő darab dalcím, vagy kettő darab előadó. Ezt küldjétek el nekünk az SMS számunkra. Jövünk a hírek után, egyrészt a trollpercekkel, kettő beszélünk a Valentin napi kis mulatságunkról, mert hogy rengetegen írtak már, hihetetlen népszerű ez a játék, brutális mennyiségű e-mailt kaptunk már tegnap, de még nem zárjuk el a jelentkezést, talán vannak néhányan, akik nem tudják, hogy miről van szó, úgyhogy erről is beszélgetünk majd, mert jövő héten egy kicsit a szingliknek segítünk átvészelni a Valentint. Romantika. Egy kis romantika, egy kis vakrandi, két ember pénteken egymásra talál majd itt az adásban, és azonnal találkoznak is, és elindulnak egy hosszú hétvégére. Én vagyok az égminőségi ellenőr, csekkolom. Ott teszel a szekrényt. Felhúzatol. Igen, tegnap nézegettem egyébként a képeket. Igen, mert hogy ugye fotóval kell jelentkezni. Hát és vannak csinos hölgyek. Igen? Vannak, vannak. Na. Srácokra nem koncentráltam, de a hölgyek vannak. Azt gondoltam, hogy a csajokat átlapoztad, azért megnézted, hogy mennyien jelentkeztek, de lehet még jelentkezni, úgyhogy mondjuk a részleteket. Jó, Ákos jön a hírekkel, ha van friss közlekedés híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra után 11 perccel itt vagyunk. Hello, mindenkinek jó reggelt, csütörtök van. Lassan belátható távolságon belülre kerül a hétvége. Mi a helyzet a halainkkal, rákjainkkal? Hát figyelj, jól vannak. Csak jól egy vannak. Rövid hangulatjelentés. Hát a jól vannak, ott nem tudom megerősíteni, mert nem látsz semmit. Tehát ilyen kis piszon darabok vannak, láttam őket a Gyulának a pulóverén, és mindegyik nagyon jó volt, mint magára öntött. Igen, Gyula nagyon helyes volt, a technikai vezetőnk bejött, és magára bontotta, borított az akármat, és megpróbálta megfordítani, hogy fölrázza, csak ugye a tetejének nyitva van. Hát ez meg komoly nyíli. Szerencsétlenek kapjanak levegőt. Tehát mozognak már ezek a rákok? A reklám azt mondta, hogy két napon belül mozognia kell a kis rákocskáknak, nem? Ugye volt egy kísérletünk, egy játékot tesztelünk, akváriuma instant port öntesz, és azt mondja, hogy két napon belül élő kis rákocskáig lesznek, a gyerek pedig nézi, hogy hogy fejlődnek ezek az állatok. Ezt mi megnéztük, mert hogy egyébként egy baromi drága játékról van szó, megvettük, kipróbáljuk. Egyelőre semmi mozgás. Semmi mozgás. Tehát a gyerek két nap után zokogva nézi az akváriumot, hogy apa, átvertél, ezek nem élnek, meghaltak, elpusztultak, te pedig ott áll szülőként megmagyarázva, hogy mi történt. Figyeljetek, ne legyetek igazságtalanok, most gondoljunk csak bele. Eddig be vagy zárva egy zacskóba, poralakban, száraz vagy tetsz halott, hogy aztán belöntenek egy ilyen kis műanyag dobozba, hoznak neked itt a szénsavmentes ásványvizet, beraknak, ráraknak egy hűtőszekrénynek a tetejére, azt várják tőled, hogy elkezdi a mozdulni, elkezdi élni. Te bele is vágsz ebbe a projektbe, és egyszer csak egy nálad
300 milliószor nagyobb szakállas szemüveges ember benéz az a kis, hogy hívják oda, akváriumnak, persze, hogy elbújsz a sarokba. Igen, és napokig nézeget. És na, igen. És megint. És megint felemel, és megint megnéz. Nem látják. Jó, pár napot mondtunk, a reklám is azt mondja. Három szemük van, csak látnak. És a leírás is azt mondja, hogy pár napon belül életre kelnek a kis élőlények. Hát egyelőre akkor ez még nem sikerült. Visszatérünk rá. Azt nézem, hogy mit írtak hallgatóink. Szentendre leányfalu már nincs sor, nyoma sincs a balesetek, Budapest felé. Balázs üzente nekünk. A Hungária körúton a Kerepesi úti kereszteződés utáni lámpa megint nincs összhangban. Intézkedj, Feri. Ladó küldte. Hát ezt nem hiszem, mert már elintéztük egyszer, és igen, akkor most megint rossz. Korán reggel szoktál erről beszélni. Csinálj valamit. M3-ason a 885-ös kilométer könél rendőrautóból trafiznak Budapest felé. Laci küldte nekünk. Aztán Csátalján a központban, a büfénél Beles Tibi még mindig ott van. Gaben újra elküldte. Köszi. A 244-es kilométernél az M3-ason Budapest felé trafiznak, valamint szintén mérnek az M1-esen a 140-es kilométernél a rendőrök Hegyeshalom felé. Dávid 94 küldte nekünk. Kamion és személyautó találkozott a középső sávban az M0-án Sziget Szent Miklósi fel vagy lehajtójánál, illetve pontosabban nem, a középső sávban, és megálltak, úgyhogy ott is dugó van. És igen, ez a Sziget-Szentmiklósi lehajtó előtt van az M1 M7-es irányából. Gabi is elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Ezek a közlekedési hírek. Na, Valentin napi játékunkról mondjunk néhány mondatot, mielőtt szemezgetnénk a kommentekből. Mert hogy ugye elindítottuk, a tavalyi évben is nagy siker volt, ezért úgy gondoltuk, hogy megismételjük, hogy ne csak a szinglikről, illetve ne csak a párokról szóljon a Valentin nap. Ugye? Mert hogy az elsősorban a párok ünnepe, aki szerelmes, meglepi valamivel a párját. Ha szereti a Valentin napot, hát nyilván van akiket. Ettől a hidegráz, én ezt is meg tudom érteni. Viszont arra gondoltunk, hogy ahogy mondtam, hogy megismételjük a tavalyi nagy sikerű játékunkat, vagyis pasik és csajok harcba szállnak egy vakrandiért, elküldik a saját jellemzésüket, mi kiválasztunk egy darab pasit, teljesen tudatosan tesszük egyébként ezt, és öt darab csaj hétfőtől kezdve megmérkőzik, versenyzik majd a paliért. Pénteken emberünk választ, misz hétfőt, misz keddet, misz szerdát, de csak egyet tud választani. Aznap még autóba ülnek, és már jövő héten elküldjük őket egy szállodába 3 napra. Egy vakrandira. Így van. Hát, micsoda erkölcsi fel. Hívj le, Isten. Isten, miért nem vagyok egyedül. Az ország egyik legjobb wellness hotelje. Az ország egyik legjobb wellness hotelében óriási kaland, valakivel teljesen ismeretlen egyszerűen csak találkozó, beülsz fel egy autóba, és onnantól kezdve rajtad múlik, hogy mi lesz a dologból. Semmi nem kötelező, semmi nem erőszak, ha jól érzed magad, ott maradsz. Igen. Vasárnapig, ha nagyon hülye a pali, vagy nem jött ki, akkor már hazajössz szombaton. Bár azt hiszem, talán tavaly nem az volt a szabály, ott kell lenni 3 napig, nem azt mondtuk, hogy nem jöhetsz el. Nem jöhetsz el, tehát végig kell csinálnod a 3 napot. Így van. Úgyhogy azok írjanak, akik ugye jelen pillanatban facéra. Azok írjanak, akik ráérnek jövő héten hétvégén, illetve kalandvágyóak, és belemennének egy ilyen vakrandiba. Uh-huh. És nem csak reggeltől estig zabálni akarnak majd. Igen, tehát, mert azért, tehát így. Tehát célja és értelme van az együttlétnek. És ugye erről tegnap is beszéltünk, számunkra most ez egy izgalmasabb helyzet, hogy 5 csaj kicsit kelleti magát, bedobja magát, jellemzést ad magáról, és a halk bársonyon suttogó hangon megpróbálja a pasit meggyőzni arról, hogy engem válasz. Mint hogy 5 pali halásan, unalmasan elmondja, hogy mekkora a bicepszel, hogy edz, mit ez, rózsát vennék. Szóval izgalmasabb ez a szituáció fordítva, ezért csináljuk így. Így van. A hétköznapokon mi szokott történni? Általában a srácok azok, akik bájolognak, a csajoknak, és próbálják eltekerni a fejüket, hogy elcsavarni a fejüket. Szerintem ez sokkal jobb, sokkal jobb. Nézzét, csajozós dumákat 1000-szer hallottál már. Pasizós dumákat hallottál? Nem. És ezért fantasztikus beledugondolni, hogy mekkora sztori tényleg, hogy mondjuk pénteken találkoztok életedekben először, másnap vagy maznap este meg már együtt bugyogtok a jacuzziban. Bizonyám, együtt bugyoghatok a jacuzziban, páros masszázs, éjszakai fürdőzés, minden lehet. Én a legjobban a tavalyiban azt a részt szerettem, amikor megszületett a döntés, nem tudom, emlékeztek erre pénteken. Hogy kit választ, igen. És milyen SMS áradat, hogy hülye vagy! Hülye vagy, mi szkeddet vidd? Igen. Tesó, magadnál vagy, ne ezt a kutát! És mindenki akart valakit vinni. És sokan nem értettek egyet. Az igen, hétfőtök kedvet választott. Pénteket, Miss Pénteket, őt vinni, őt, nagyon, ne őt, ne őt. El fog kapni. Igen, na meglátjuk. Úgyhogy valentin@klasszfm.hu. Nagyon fontos, hogy képes jellemzést kell írni, vagyis küldjetek magatok mellé fotót, hogy mi lássuk azt, hogy néztek ki. Illetve fontos, hogy írjatok elérhetőséget. Nagyon sok olyan levél jött, aki elküldte a fotót, és nem írt semmit. Tehát nincs egyenként lehetőségünk mindenkinek
kinek visszaírni az e-mail címére, hogy akkor küldj telefonszámot, mire megjön a válasz, stb. Stb. Küldjetek azonnal telefonszámot, elérhetőséget, és tényleg fontos, hogy ráérjetek. Ha az ember beleugrik ebbe a játékba, akkor már nincs visszaút. Tehát ezt akkor végig kell csinálni. Hétfőn pedig újra rácsörgünk majd a párra. Egyenként elmondhatják, hogy mi történt. Őszinteséget várunk. Nem ér kamuzni. Így van. Ha jó volt, azt is akarjuk tudni, ha nem volt jó, azt is. Hogy miért nem volt jó. Konkrét részleteket mindenről. Igen, nagyon sokan jelentkeztek már. Rengetegen. Tényleg nagyon népszerű lesz ez a játék. És hétfőn már hívjuk a pasinkat, ugye? A herceget. Így van. És az első jelöltet. Aki hát megpróbálhatja elvarázsolni majd. Hogy csináltuk arra, nem emlékszem, összekötöttük őket, kérdezhettek minden nap, tehát igen, a pasi igen, minden nap igen, kérdezhetett igen, Miss 7-től, Miss 2-től, és utána a pénteken mondta el, hogy kit választ, és újra összekötöttük őket, ugye? Így van, de a lányok is visszakérdezhettek minden nap. Tehát egy kérdés volt a lányoktól, igen. Egy kérdés volt a pasitól. Uh-huh. És nagyon izgalmas kérdéseket tett fel, srác, emlékszem. Mi a kedvenc zenekarod, szereted a sült krumplit? Nem! Igen, melyik mit olvastál utoljára? Voltál-e színházban, és mit láttál? Ki a kedvenc szereplőd az Egri csillagokból? Egy ilyen parival egyébként érdekes lenne, és valami nagyon rámenős, nagyon-nagyon flörtölni akaró csajt ráucítani. És vannak jók, tényleg most láttam, kis forró farmernadragos, és rövid farmernadragos jánykát. Szenzációs, hogy tanulmányozod a jelentkezőket. Tetovált kar, és hát komoly csalódásai vannak sajnos párkapcsolatok terén. Igen? Már úgy mennél megmenteni, ugye? Úgy, hogy itt vagyok, halló! Miért hazudjak neked te? Igen, szóval vannak tehetséges marhajók, vannak ilyen jó kis ide, ledobom magam a pamlagra, és kacéran nézek bele az objektívbe, típusú fotók is, igen. Nagyon jó. Én azt szerettem a tavaly játékban, hogy Miss Hétfő, Miss Ked, Miss Herre, mindenki egy kicsit más karakter volt. Tehát volt a gyilkos férfi zabáló, igen. A kedves romantikus, nem adom oda magam könnyen, az első este biztos, hogy nem lesz volt semmi. Volt egy lány, aki csak kanibálnak neveztünk. Igen, tehát szerdán a romantikus, de azért hajlandó vagyok, csütörtökön a két bor után már bármi. Tehát, hogy megvolt minden hétfőn egy adott kategóriájú csaj. Három bor után már meséld el, hogy mi volt. szóval kíváncsi vagyok, hogy most kik jelentkeznek. De ez egy jó dolog egyébként, tényleg ne csak a párokról szóljon a Valentin. Ti Valentin osztok? Én mondtam. Tudom, neked. Nálatok egy nagy karácsonykor, Jani. 365 nap Valentin. Na jó, erre visszatérünk majd jövő héten. Jó, még egyszer mondom, valentin@klassefm.hu. Oké, tessék jelentkezni, ezt lezártuk, mi pedig megyünk tovább, mert a csütörtök van, megnézzük, hogy hazánk trojai, a kommentelők milyen híreket részesítettek előnyben, milyen kedvükben jártak, hogy vannak, kiket szeretnek, kiket nem szeretnek, úgyhogy a troll percek jönnek már is. Ha valakinek jó, akkor neki rossz. Ha valakinek nagyon rossz, akkor neki igazi eufória. Oh, így írtok ti. Trollpercek a Morning Show-ban. Na, hát alapanyag volt, meg van is. Hát ez is... Mert mi trolljaink, ezek olyanok, mint Samara a Kör című filmben, soha nem alszak. Soha. Ők mindig ébren vannak, és mindig készek lecsapni. Azon gondolkozom egyébként, hogy ők keresik a híreket, vagy megnyitják szépen sorban, és mindenhova beírnak. Mindent. Mindenhova? Mindig? Aha, minden igen? Megnyitnak, minden megnyit, megnéz. Nyilván van érzékenység, plusz azért azt, hogyha nézitek, észrevehetitek, hogy bizonyos portálokon vannak a nagyon aktív, tehát, hogy az egy helyen megelő hírekre szinte mindegy, hogy mi a hír egy bizonyos portálon, ott ő nagyon aktívan trollkodik, másikon mondjuk nem annyira, egy ilyen női magazinban kevéssé, bármilyen hír jelenik meg, de hogyha ő odaszokott egy helyre, ott mindenkinek ad mindent. Igen. Tóth Gabi Facebook oldalán bejelentette, hogy 8-7-es fogyókúrába kezd. Ártatlannak gondolod, drukkolsz neki, és azt hiszed, hogy a rajongói megsimogatják, és azt mondják, hogy hajrá Gabi, veled vagyunk, mi is elkezdünk veled fogyni. Ez olyan emberi, meg hogy felvállalod, és milyen szimpatikus. Így van. Ugyanis néhány hónap alatt felszedett 6 felesleges kilót, és ezt szeretné leadni. Jönnek a jó indulat kommentelők, és a következőket írják be. Van az 15 is! Azonnal az első oda csap. Megnézze, mit írnak a rajongóim, gondoltak Gabi, és felment a saját oldalára, és ez volt az első. 8-7-es fogyókúrában 6 kiló felcsúszott, hát le kell adni néhány kilót. Van az 15 is! Azt
aztán a zsírt, amit le a töltsék az üres fejébe, legyen benne valami. Írja a másik jó indulatú. De na, elképesztő. Érkezik a harmadik felbuzdulva azon, hogy milyen barátságos hangvitelben kommentelnek itt az elődök, és azonnal becsatlakozik. Az a baj, hogy fogyni tud, de agyat beletenni abba a buta fejébe, sehogy nem tud. Kisország, szánalmas kis celebje, írja valaki. Aztán érkezik az áró akkord, aki szeretné ezt a dolgot lezárni, de nem tudja, mert újra alá kommentelnek. De miért kell ezt kiírni? Legközelebb azt teszik, majd hihányszor megy vécére. Valószínű, hogy egy idősebb, kedvesebb, aki csak bekommentelt ennyit. Ez nem elég, jönnek újra a durvák. Azt mondja, hogy ráfért, mert úgyis meghízott, mint egy disznó. Már vágósúlyban van, hívjuk a böllért, kérdezi a jóindulatú kommentelő. Jön a ravasz paranoid, aki mindig összefüggéseket sejt, és azt hiszi, hogy valami más van a dologban. Gondolom, kicsit sem a kajaszállító céget reklámozza. A kis ravasz. És a lezárása, akinek minden mindegy, a kommentelő, aki csak ír, vékony vagy kövér, utálom. Persze. De hogy mindig van valaki, aki beveri a szeget a koporsóba. Az utolsó. Ő az utolsó. Ő fél mondat, zárja a sorokat. Fél mondat, vegy tiszta könyörtelenség. A telje, de igen. A semmi szánalom. Nincs szánalom, így nincs könyörletesség, ő beírja. Két szeme közé, így van. Közvetlen közelről. A 9 milliméteres. Így van. De egészen egyszerűen elképesztő. Nézzünk egy másikat. Jaj, hát nekem az egyik a nagy kedvencem ezen a héten egy cikk volt, a Bors online-on találtam. Hakniból él a kirúgott Jakubcsek Gabriela. Hát ugye a Gabinak a kanosszajárásáról beszéltünk mi is, hogy méltatlan körülmények között távozott az előző munkahelyéről, és hát nagyon sokan nehezményezték ezt a dolgot, ugye pont forgatás közben történt a dolog, egészen elképesztő körülmények között. Beírták egy irodába, ugye bezárták, nem engedték ki, aláírták. Úgyhogy aznap két műsort felvettek, de még kettő volt hátra, a vendégek ott voltak. Közben, igen. Így van, kisminkkel várták a következő felvételt, a Gabi meg készhez kapta gyakorlatilag a felmondáson. Most ilyenkor azt gondolom az ember, hogy hát az emberek tele vannak empátiával, és akkor ilyenkor egy picit együtt éreznek vele, annál is inkább, mert azért sok emberrel előfordult már az országban. Igen. Na, Gabi ebben a cikkben elmondta, hogy egyébként megint dolgozik, de hogy Hakningból tartja fel magát, de ettől függetlenül kipiente magát, kisimult, stb., hogy próbálja meg újra felvenni a fordulatszámot. Ő él hal a munkáért, egyfajta munkamániás, ezt szereti csinálni. És azt gondolnád, hogy talán néhányan odaírják, hogy hajrá Gabi, kirúgtak, nem bántjuk. Állj föl, kicsit segítünk neki. Jó lesz. Érkeznek a kommentelők, és a következőket írják a cikk alá. Miért nem megy el egy gyárba dolgozni? Ugye? Azért, mert ő egy műsorvezető, biztos azért nem megy el egy gyárba dolgozni, mert neki ez a szakmája, ő ahhoz nem ér. 24 per év millából nem tudod félrerakni valaki 13 év alatt? És ennyit nem keres senki se. És nem is sír. Ő nem sírt egyébként, tehát hogyha valaki elolvas a cikket, akkor a Gabi elégedett azzal is, ami van, örül neki, hogy újra dolgozik. Igen. Ezek nem tudnak bánni a pénzzel. Nincs az a mennyiség, amit ne tudnának elszórni. Nem takarékoskodnak, mert azt hiszik, hogy örökké dől majd a lé, persze említése sem méltó munkavégzés nélkül, mert azt könnyű belátni, hogy egy fotelben üldögélni, papírról kérdéseket felolvasni, az nem munka. Ennél már csak azokat a kommenteket szeretem, amikor azt írja, hogy hát beszélni mindenki tud. Ugye? Igen, úgy, ott, ott ül és beszél, én is tudok beszélni. Hát beszélni mindenki tud. Hát ez nem munka. Igen. De azért a műsorát nézték, tudod. Igen. Sokan meg baráti kölcsönkből, meg a Providenttől felvett uzsorából és kukázásból élnek. Na azokkal mi van? De valaki adja meg neki az ingyenes ételosztás címét. Atya, úristen, elképesztő. Hogy igen, elképesztő. Tehát hogy ezt mivel vívta ki? Azt mondja, jönnek a személyeskedők. Kipihentem magam, idézett, ugye a Gabitól, kipihentem magam, kisimult vagyok, újra dolgozom. Mit pihentél ki? Mit simult ki? Ez neked munka? Az a kevés jót is elsikálod magadból. Következő. Haknizni jár, és mi a műsora? Mit tud ő? Mivel szórakoztatja a nézőket egy ilyen hakni? Biztos feledhetetlen az a műsor, amit ott előad. Ő a legdurvábban sértett. Ő a legkegyetlenebbül sértett. Oké, egy hölgy, kisimult, az igaz, de hogyan? Legalább azt megtehettem, mert volt miből. A beavatkozás után nekem Medvecki Ilonára emlékezteted, fegyelmezett mosoly, szerintem önmagát is zavarta a kinézete. Persze, meg tudom érteni. Hogy a nőknek nehéz elviselni az öregedést, az nehéz feladat. Pedig a jó még csak ezután jön. A végig még az utolsó mondat, tudod. Gyilkolod, szúrod, adod neki, még mindig marad benned valami, gondolkozol, és azt még odaírod, hogy öreg, idős, szerintem
nyilván nem az a Gabi egyébként, de a javavét csak most csak. Igen. Most fogsz igazát szenvedni. Jó, és akkor még itt sorjáznak, a már ideje volt, hogy kirúgták, lejárt a szavatosság a Gabikának, hagyja már a fiatalokat érvényesülni, ő meg menjen unokázni, mennyi a tarifája óránként, ad számlát, mert aztán szarba lesz a nyugdíjával, írja valaki, szintén rengeteg jó indulattal megállva, és utána még természetesen még jó néhányan írják, hogy persze, azért virít az arcáról, hogy plasztikáztatta a szemét, az arcát is, és ordít róla a beavatkozás. Olyat kap hogy komolyan mondom, az összeset ki sem mazsoláztam. Igen. És nem érted, hogy miért. Nem ártott az égvilágon senki. Igen, ráadásul rossz helyzetben van pont, tehát lehet szeretni, meg lehet nem szeretni, akkor egy munkát elveszített ember, most mit rugdosa. Persze, így van. Sarka Kata ugye állandó visszatérő ennek a rovatnak, Facebook oldalán ő megint kitett teljesen ártatlanul egy bikinis képet, mert hogy a nyári bikinis fotózás az most megvolt. Érkeznek a rajongók, és kommentelnek, hogy mit gondolnak arról, hogy Kata. Kata kitett egy ilyen képet. Mikor lesz már egy olyan kép, hogy ez a nagy magyar anya nokedlit szaggat vagy portörölget? Erről a pinavirágról csak ilyen bájogók vannak, annyira meg nem jó, hogy örökké vele kelljen elrontani a napunkat. Mondja úgy, hogy elolvassa a hírt, és utána bekommentel, tehát megnézi. Saját magának rontja el a napját. Geniál. Fölmegy, megnézi, elolvassa a cikket, felhúzza magát, majd bekommentel. Ha Istenem, bikiniben feszített már karácsonykor is, Hajdú, nem félsz, hogy megfázik a feleséged? Vegyél már neki néhány rongyot a turkálóba, mert megfázik a pi. És köhögni fog, írja valaki. Brutál az, hogy állandóan egy műszilikon mellő csajokról tudtok cikkezni. Nem olvasom el, mert nem vagyok rá kíváncsi, írja a kommentet. Nem kíváncsi, hogy be is kommentel. Hazug minden szó, amit írtok. Nektek vagy neki fizettek, állandóan őket túráztatjátok. A mai újságírók nem igazán tudják, hogy mit is csinálnak pontosan, írja valaki. Aztán érkezik a másik, akit persze szintén nem érdekel ez a cikk, de azért bekommentel. Kit érdekel, hogy miben pózol? Arról nézni képet, hogy ablakot tisztít, konyhát most vasal, vagy valami hasonlót csinál. Olyan kép nincs, kérdezi a kommentelő, és érkezik az utolsó, a jó indulatú, aki még olvasta a cikket, és zárja a sorokat. Az apró fosás kapja el bikinben. Megérkezett, zárta a sorokat. Oda tette magát, és azt mondta. Az apró fosás. Mennyi idő beloggolni, bemenni, regisztrálni, beírni, érted? Hát, ha egyszer bent vagy, akkor már. A lélektana azért baromira érdekes ennek a dolognak. Ha nem vagy bent, de hát nyilván ezek bent vannak minden oldalon. Minden oldalon ott vannak. Elképesztő. Egyébként én azt szeretem a legjobban, amikor beírja valaki a Facebookon egy poszt alá, hogy honnan van neked ennyi időn állani, itt vagy a Facebookon? Igen. És te? Figyelj csak, és te? És a virtuális tested írta be ezt a kommentet? Igen. Szenzációs. Szenzációs. Egyébként tényleg szórakoztató. Na, azt mondja, hogy... hosszú sorokban vonulnak a tiltakozó tanárok Miskolcon, tüntetnek Budapesten is. Szólt ugye a cikk, erről mi is beszéltünk, milyen gondokkal küzd a központosított magyar közoktatás, és az iskola kiálláshoz több száz intézmény csatlakozott. Már ugye a Herman Otto gimnáziumról van szó. Hát is azt gondolnád, hogy azért elolvasod, megnézed, talán a te gyereked is tanul, nem biztos, hogy feltétlenül rosszat akarnak, lehet, hogy ha valami változik, vagy valami más lesz, akkor az kicsit jobb lesz a tanároknak és a diákoknak is. Érkeznek az aggódó kommentelők, a szülők, akiknek megvan erős az összeesküvés elméletük, hogy mi zajlik itt a háttérben valójában. Soros György mindenre rátelepszik a pénzével, a magyar tüntetések 80%-át ő és bandája szervezi. Hát itt nyilván volt egyfajta sugallat, hogy minek a hatására írta be ezt a kommentelő. Hát ahhoz képest, hogy 160 ezer pedagógus dolgozik a köznevelésben, és közel 1,5 millió fő tanuló jár az intézményekbe, vagyis a magyar családok több mint 50%-a érintett, valamennyi tüntetést figyelembe véve az összes demonstrálók száma még a 10 000 főt sem ért el. Mindez pedig azt jelenti, hogy a selejt pedagógusok száma elenyésző, és csak nagyon kevesen dőltek be a liberális bolsevik propagandának. Ott is van. A liberális bolsevik propaganda. Bolsevikozik 2016. Szenzáció. Aztán megérkezik a másik kommentelő, felbuzdulva ezen a kommenten, dolgozzanak inkább a balos hőbörgök, írja valaki. Taxisok, tanárok, egyik hülyébb, mint a másik, jön a kommentelő. Igen, tudod, tehát, hogy nem elég a pénz, tessék más csinálni, ja, máshoz egyik őtök sem ért. Ugye, hát megtanulsz egy foglalkozást, nem értesz, máshoz vannak hibáid, sok ember nem ért máshoz, csak ahhoz, amit csinál. Elnézést, erről nem én tehetek, mint a gyerek sem, aki nem kap oktatást, mert a tanár az utcán hőbörög. Írja egy kommentet. Az, igen, az nem esik le neki,
hogy a gyerek miatt is hőbörög az utcán. Igen. Jön az értetlen gyereke miatt is. Jön az értetlen kommentelő, aki beír valamit, de nem egészen tudja ő se, hogy mit jövő héten meg követelni fogják a transznemű illemhelyek kialakítását. Ő aha. Csak úgy beírva. Ez pont ide vágott. Csak beírta, igen. Azt mondja, hogy... Csak túl el vagytok ti kényelmesedve, azért sírtok, mert fogalmatok sincs a kemény munkáról. Egy hetet lehúznál a futószalag mellett sírva könyörögnél, hogy visszamehess tanárnak. Mintha a két foglalkozás egyébként nem férne el egymás mellett. Te ezt csinálod, az is kell, ő azt csinálja, az is kell. Jó, valójában őszintén egy standard kategóriáról van szó. Szóval van egy troll, aki mindig mindenhova ugyanazt írja. Bezzeg, ha a téglagyárban 12 órában pakolnál. Ha ugyanennyiből kéne megélned. Igen. Mintha ők tehetnének arról, hogy neki olyan életet kell élnie, amilyet jó. Vannak azok a kommentelők, akik egymást hergelik, és ugye nem kommentelnek sokan, csak ketten, viszont ők vidáman elbeszélgetnek, ez a típus is van, órákig vitatkoznak egymással. Az Egyesült Államokbeli Dallasban diagnosztizálták az első olyan zikavírus fertőzést, amely véletlen szexuális úton, nem pedig szúnyog csípéssel történt, jelentették a texasi egészségügyi hatóságok. Jön az első paranoid, ő megadja a felütést, majd jön rá másik, aki azonnal reagál. Károlynak hívják egyébként, mindegy milyen Károly. Valószínűleg ezt a migránsok hozták be, nem pedig a szúnyogok. Pont. Aha. Károly, igazad van. Adja a lálomat. Adja a lálomat, azonnal látja, hogy Károly megül. Tesó. Azonnal barátkozni próbál. Károly, igazad van. Tudja, hogy azoktól a mocskoktól származik. Ki tudja még, miket hoztak be Európába. Igaz, előbb-utóbb kiderül, ha elkezdünk hullani, mint a legye. Egymásra találtak. Ők ketten megtalálták egymást. Ez a beszélgetés egyébként még hosszasan folytatódik Lia és Károly között, akik karöltve egymásnak igazat adva. Nekik igazából mindegy, hogy mi az alaptéma, ők mindenhol migráns hoznak. Egyébként tényleg. Valószínűleg te valamit közölni akarsz, és azt beírod egy hír alá, mindegy, hogy mi a hír nagyjából. Tehát neki valószínűleg baj van a migránssal, és bekommentelte. Tóth Gabi alá is betette volna. Nem? Az Egyesült Államokbeli migránsok, akik fertőznek. Nagyon jó. Egyébként igen. Na, hát, és egy utolsó, még csak egyéves Rijkőnen kisfia, de már is Ferrarit kapott ajándékba. Nagyon helyes, egyéves szülinapi partiról kapott egy kis Ferrari alakú süteményt. Ugye? Tehát Ferrari alakú sütemény. Nyilván nem egy tehát nem egy működő autó. Nem egy 458 Itáliát. De ezek is inkább nevelnék normálisan a gyereket. Ebből a gyerekből is csak egy elkényeztetett köcsög lesz. Na, ennyi. Annyira jó. Érted? Kapott a gyerek egy Ferrari tortát. Tehát, hogy így. És érkezik a kommentelő, rendezi a sorokat. Nekünk szerettük őket. Három évesen is. Sominak Miki Egeres tortája volt a kis köcsög. Na, abból is egy köcsög. Írná a kommentelő, igen. Na jó van. Jövő héten újra szemezgetünk, most pedig játszunk, már itt is van a hallgatónk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Gábor vagyok Szegedről, és a tortának én is örültem volna. A Ferrari tortának? Hát, vagy a Miki Egeresnek, amit mondhatok. Én meg tortának, ugye általában. Ugye? Mi volt a mix, amit hallottál az előző óra végén? Hát volt benne sok minden, Coldplay volt benne, illetve volt a Calvin Harrisnek, a John Newmannek között. Így van. Lane. Így van, nagyon. Ez a kettő is menő benne vagy. Volt, abszolút. Jól van, hol hallgatsz minket? Szegeden, mit csinálsz? Jogászkodom. Ó! Már önálló ügyvédként, vagy bojtárként még a hangod alapján? Hát egy irodában dolgozom. Még a fiatalabban alatt képviselem. Tehát még a három évet nyomod? Hát annak a vége felé. Ó, na akkor lassan. Lassan meg lesz a száraz pecsét. Nem? Hát a három év után van, ugye? Akkor már önállóan képviselhetsz. Mindenféle ügyet. Milyenek a kérdések, Jani? Hát nézd, én egy nálam magasabban kvalifikált embernek nem tudok nehéz kérdéseket írni. Szerintem mindegyik menni fog. És nekem? Igen. Még csak bojtár, tudod? Na figyelj, így szól az első kérdés. Melyik magyar rajzfilm sorozat szereplői a Vastalpú Cölöpferő, a Bátor Tintanyúl és a Torzomborz Kalap Evő? Na megfogtad. Nagy klasszikus. A mai Torzomborz Kalap Evő. A mai gyerekek ezt már nem is ismerik. Így van, persze. Az. Nyilván, hogyha a madárvédő golyókapkodót írtam volna be, vagy... Hát egy kicsit jobban. Persze. Na, itt van a második kérdés. Melyik világhírű amerikai énekesnő slágere a Wrecking Ball? Miley Cyrus. Egy van. 2013 őszén az elég lesz. Jó, ne stréberkedj. Oké, okay. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Hát menjünk tovább, próbáljuk meg. Így szól a harmadik kérdés. Kinek az ötlete volt a görög mitológia szerint a trójai faló? Trójai faló... Kinek az ötlete volt?
Tróját ostromló görög seregben volt egy harcos, akinek az ötlete volt ez az ostromló. Itt vagy? Nagyon eszes, nagyon okos. Híres harcos. Király volt Brad Pitt. Brad Pitt. Nehogy bemondom. Na. Ja, ő volt a Brad Pitt? Nem. Jön az. Itt vagy? Halló. Igen? Hova tűntél? Jaj. Gábor? Most szerintem direkt csöndben van, hogy a hangjúgony elveszített. Nem tudod a választ, és úgy csinálsz, mint a megszakadt volna. Hogy ügyes. Tudsz ezek után bemenni majd az ügyvéd irodába? Nagyon ravasz. Bojtárkám. Nagyon ravasz. Ami van? Hívjuk csak vissza. Jó? Nem menekülj. Hát így nem megyünk egymást szólalásból, hogy nem tudom a választ, és elhallgatok. De várjál, ha leteszi, akkor foglalt. Tehát akkor bejön nekünk a hang, hogy ő letette. Ennyi múlt, mintha eltűnt volna. Ravasz. Megszakadt. Nézzük meg, hogy ki van-e kapcsolva. Ez nem egy nehéz kérdés. Nem. Ez jogásznak, nem. Hát ott a humánból jónak kell lenned. De ő rómaiból jó, görögből nem. Ja. Itt van? Halló, halló. Na? Itt vagyunk, abszolút, nem tudom, megszakadt. Mi beszéltünk egyébként? Igen? Igen. És mi a jó válasz? Hát egy palacaténét mi betippeltünk. Betippeltünk, hát ez az. Ennyi idő alatt pedig meg még leszedhetétek volna a rómaiból is. Nem csaltak. De ez viszont hát, nagyon korrekt. Igen. Ebből látszik. Odysseus volt Odysseus a jó válasz. Volt, igen. Ő találta azt ki. Azt mondtuk egyébként. Mondtátok? De akkor már nem hallottatok. Nem, megszakadt, megszakadt. Most ez ja, rajtatok múlik. De az az érdekes, hogy mi hallottunk benneteket. Aha. Ilyenek nem a mai jogászok, nézd meg, minden hajjal meg kell most a jogászoknak azt kellett volna mondani, hogy de az Iliászban az van leírva, hogy isteni sugallatra jött az ötlet Odysseustól, és az istenek között pedig ott volt Pallas Athene. Tehát részben igaz, ugye? Ebben azt nem lettük volna. Ha kérnénk egy bónusz kérdést. Akkor, na, furcsa akkor lenne, mert ilyen még nem volt a játék. Bíró úr, bónusz kérdés. Az igazán furcsa az lenne, ha adnánk. Tehát megtagadni se szokott a telefon. Igen. Hát, bummaszhatok hát, egyet. Bummaszhatok egyet. Jó? Bum! Jézusom, ez... Valakinél? Semmi? Anna? Ez hitehagyott semmi. Nem jelez. Á. Nem ad a szoftver, ez egy hitehagyott bum volt. Hát, vártok a bónusz kérdést. Igen. Aha. Ahogy a hallgatóink szokták mondani, hogy legközelebb, jó? Jó, oké, várjuk azt is. Köszi, Gábor, ciao. Sziasztok. Hello. Hello, hello. De rendesek voltak, mert nem néztek utána interneten, és rossz választ mondtak. Tehát egy becsületes jogász lesző. Nem rendesek voltak, csak hogy volt a mellény. Palaszaténi. Igen, bemondták a palaszaténi. Nem annyira jó, igen. 3-4-10 lesz pontosan 6 perc múlva. Jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel. 3-4-10 lesz pontosan 1 perc múlva. Azért mi is kapjuk, ide is kommentelnek. Ugye beszéltünk a tanárok tüntetéséről. Nagyon okos három liberális. Ha nem tudnátok, nem a pedagógusok tüntetnek, hanem a bukott balot. Köszönjük. Ezt mondtuk, na mindegy, hagyjon. Basszus, tényleg? Miért nem szóltál az elején? Hát ha ezt tudod, én nem állok bele a témába. Igen, hát ezt tudjuk, akkor erről nem beszélünk, arról a téletben, hogy itt most akkor a bukott baloldal tüntet. Azt a mindenségét neked van. Van baj bőven a fejekben, a mindenit. De hát ez ettől szép. M3-as bagi felhajtó, 3 autó az áróban, rendőrök a helyszínen Pest felé, taxis Zsoca küldte nekünk, köszönjük. Valamint M3-as Debrecen felé a 106-os kilométernél korlát a tetején, a trafi nem látható. Ugye, hogy a kilométer korlát tetején, igen, csak egy kicsit furán írt a hallgató, trafi nem látható, úgyhogy vigyázom mindenki. Az M3-ason van Debrecen felé a 106-os kilométernél, köszönjük szépen. Mutatjuk gyorsan, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Megpróbáltuk Ferit felkészíteni a közelgő félmaratonra, legalábbis elkezdeni a felkészülést, és olvastuk, hogy Rubin Tréka már online is tart fitness órát. Ez egy egészen elképesztő módja a fitness órának, nem kell ugye elmenni élőben, bárki is az edződ, személyi edződ, egy gépre felcsatlakozol, ő ott van online, 1000-10000-100000 követik, mindegy, hogy ki az illető, és ott van a szobádban, csinálod. Előtte meg volt nyitva a Skype, és elkezdtük megkeresni Skipén Rubin Trékát. Hosszas kutató munkával egyébként megtaláltuk, felvettük fel a kapcsolatot, és megnéztük, hogy Feri, hát hogy is mondjam, milyen fizikai erőléti állapotban van reggel 7 óra után. És mert ugye az első alkalmak, azok mindenféle ilyen portálokon általában bónuszként szoktak megjelenni, tehát vagy nem kell érte fizetni, vagy valamilyen ajándékért jár mellé, mi megkaptuk ajándéknak Noibit.
ott volt Noibi, ott volt Noibi, és bepillantásnél eredtünk a Sóbert család. És Hácsi a kutya, igen, a Sóbert család reggeli pillanataiba. Szóval Rikával tornáztunk egy picit, és itt volt a mi Gáborunk, az elhízásról beszélgettünk, mert hogy újra kiderült, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül ugye a zsírtokolták az elhízás miatt. Most kiderült, hogy nem azzal van a baj, hanem a szénhidráttal, igen, van a baj. Már senki nem tudja, mivel van baj, és a zsírosok a szénhidrátra, a szénhidrátosok a zsírosokra haragszanak. Itt mindenki haragszik mindenkire, nem? Csak már nem tudod, mit tegyél. Nem tudjuk, hogy mit tegyél. Gábornak is lett egy-két haragosa, akik megírták neki, hogy na, ezzel az étrenddel dolgozzál napi 12 órát a téglagyárban. Ez mondjuk ezt minden más csak héten csütörtökön megkapjuk, igen. Na, erről volt szó ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 perc van pontosan 10 óra, itt vagyunk. Csabi, hello, jó reggel! Jó reggel! Szevasztok! Az jó kérdés volt, hogy a zsír alatt vajon mindenkinek ugyanolyan kockás-e a hasa. Én hiszek ebben. Szerintem igen. Szerintem mindannyiunknak ugyanaz van alul. Mélyen legbelül. Hát akik hasizomra gyúrnak, azt mondják, hogy nem kell, hogy nagyon nagy hasizmod legyen, hanem szálkás is lemagad annyira, hogy látszódjon. Igen, tehát hogy a zsírt kell, abszolút leszedni. Alul mi van, kocka? Tehát mindenkinek fonott kalács van a gyomrában, csak kinek na, nagyobb fonott kalács, kinek kisebb fonott kalács. Csak te mentél el évekig, hogy gyúrod a kockákat. Tehát azt legeszedni róla a zsírt, és ott van. Igen. Na, hívjuk a naphallgatóját. Egyedül férje a kivétel, mert neki is kalács van, csak még kell a tészt. Az bizony! Hello! Szervusz, hogy hívnak? Nem írtad alá nekünk. Tamás vagyok. Tamás, hol hallgatsz minket? Most Tarján van. Tarján, és a... Sofőrködtő Tarjában. Uh-huh. Na, te is hozzászóltál a Rékás beszélgetéshez, ugye mondtuk, hogy Rékának ilyen elképesztő alakja van, és mennyire izbos, te csak annyit írtál, Réka olyan szálkás, hogy Noibinak munkás kesztyűben kell simogatnia. Szerettük az SMS-t, úgyhogy... Köszönöm szépen. Te lettél a nap hallgatója. Jó? Köszönöm szépen. Egy szép... De drágák vagytok. A hallgatók rendszeresen. Meg is háláljuk ezt egy ajándékcsomaggal. Jó, küldjük hát nektek. Köszönöm, hogy minket szépen hallgatok. Ciao, hello, sziasztok. Jó napot. Köszi, hello, hello. Csabikám, minden oké, minden rendben? A legnagyobb rendben. Helyes. Milyen zenék lesznek? Van-e meg zenék? Nem panaszkodni, ha akarnék, akkor sem. Helyes. Kaigót hozom nektek, akit már egy párszor ajánlottam, és közben lett egy pár slágere, és az a legérdekesebb, hogy egy fiatal norvég DJ-ről van szó, hogy most már felismerhető, tehát most már ismerünk 2-3 dal tőle, és a negyediket már felismerjük a stílusáról, a Tropical House-ban van otthon. Én ezt úgy szoktam magammal megfogalmazni, hogy... Tropical House. Ilyen norvégként. Érted? Hogy ugyanazokat a hangszíneket vagy hangszereket használja, mint amit mi gyerekkor a Bonnie M-től hallottunk. És ezt szerintem tök jól beépítette ebben a modern zenében. Mi a neve? Kaigo. Hát mostani előadók, ezek versenyeznek az, hogy kinek van hülyébb neve? Igen. Nem? Tehát Kaigo, Fitch, Mango, Cigo, hogy? Matinoyes. Hát régen egy Tom Jones, nem? Vagy egy Joe Cocker volt nevük. Tehát most érkezik Kaigo, featuring Matinoyes, érted? Tehát a büdös életben. Matinoyes. Egyébként a Matinoyes az énekesnő Kaigo. Matinoyes. Kaigo-val. És Taj. A modern, aktuális, népszerű DJ-k ilyenek. A nevük az egyedül eredeti bennük. Az összes többi az például Bonnie. Nem, de ő jó rakta össze, ezt majd ajánlom, hallgass meg, jó, van saját stílusa. És a mai utolsó SMS, csak hogy zárjuk, akkor a troll perceket 9 óra 56-kor jött, 27 másodperckor, anyád Balázs. Na. Igazad van, tessék. Ezzel is bejjebb vagyunk. Ez a beszéd. Ennek szellemében futunk neki a csütörtök további részét. Így megyünk el. Csütörtökezni és jövünk holnap 6-kor. Csabinek egy jó munkát. Szevasztok! Szevasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a